Köszönöm mindenkit nagyon nagy szeretettel, én Barti vagyok, és ez a SoloQ Podcast második évadának első adása. Eljött ez a nap is, ezzel az adással hivatalosan is elindul a második évad. Egy picit talán megkésve, mint ahogy terveztem, de ez már kezd egy kicsit a védjegyemmé válni. Szinte minden adásban megígérem már, hogy folyamatosan fog, tehát egy két hetente adást felvenni, de... Van, hogy az élet közbeszól, szól, és általában közbe szól. De ezek szerencsére nem negatív dolgok, tehát pozitív fordulatok kapcsán vagy hát pozitív fordulatok hatására nincsen időm sokszor adást felvenni, de most így a karácsonyi szezon után van egy kis szabadidőm, aztán megint nem lesz egy ideig szabadidőm, aztán várhatóan lesz egy csomó, de valahogy a, arra az időszakra és amikor nem lesz szabadidőm, oda is be akarok sűríteni egy-két adást az a cél egyébként így 2022-re, hogy tényleg egy ilyen havi két adás átlag kijöjjön, tehát egy 24 adással én már elégedett lennék ebben az évadban, majd meglátjuk, hogy alakul. Na, no, és hát itt a második évad, és nem akarok ilyen, ilyen klisé tartalomgyártói szövegeket tolni, hogy úristen, hát mikor elkezdtem, nem hittem volna meg ilyen baromságok, meg hát ugye a második évadnál ennek nagyon helyes sincs, tehát hogy nem, nem, egy hosszú idő, tehát ez nem egy one million subscriber a Youtube-on, vagy ilyesmi, de számomra nem is egy hihetetlen dolog, mert azért úgy, amikor elkezdtem, úgy, úgy ezért reménykedtem benne, hogy egy második évadot azért még megél a lelkesedésem, meg ez a, ez a podcaster törekvésem, és hát megélt a második évadot, úgyhogy itt vagyunk, vágjunk is bele. Na, hát ugye említettem annó, hogy amikor a DR Billions-os vettem fel, akkor egy kicsit eltérült az érdeklődésem. Talán említettem is, hogy ez annak hatására volt, hogy megnéztem egy dokumentumfilmet, vagy egy ilyen rövid kis dokumentumfilmet, mégpedig arról, hogy hogyan született a Darkest Dungeon, az a játék, amit már majd kiindulási alapként ismerünk. Rengeteg szempontból hatással volt az egész játékiparra, de kevesen tudják, hogy hogyan született ez a játék. És megnéztem ezt a kis dokumentumfilmet, mert az escapeist, The Escapist csatornán született Erről egy dokumentumfilm, egy kb. egy órás dokumentumfilm, és hát tele ötletekkel, meg egyébként feljegyzésekkel, hogy, hogy ebből én szeretnék egy adást csinálni, és hogy miről szeretnék beszélni. Na és hát ugye majdnem ezért a DR billions adás csúszott egy kicsit, de úgy voltam vele, hogy nem. Előbb megcsinálom a DR billions és akkor utána majd lehet ezt a Darkest dungeon adást. Addig is egy parkoltak egy kicsit a jegyzeteim, de folyamatosan írtam hozzá. És akkor most így végignézve a dokumentumfilmet, meg egyébként néhány GDC előadást, játszva a játékot, végül most összeállt. És hát egy igen hosszú adásnak néz Kedvébe, ugyanis el fogom mesélni. A Darkest Dungeon fejlesztésének a történetét leginkább erre a dokumentumfilmre támaszkodva, meg néhány egyéb információ alapján, és természetesen beszélni fogunk a Darkest dungeon játék dizájn szempontból, általánosságban is dizájn szempontból is. Na, no, de mi, miért, miért is annyira jó ez a Darkest, vagy miért tartottam fontosnak, hogy elmeséljem ezt a történetet, és beszéljünk dizájn szempontból? Ez nagyon egyszerű, ez egy pozitív fejlesztési történet, tehát hogy ez egy igazi jó kis pozitív történet, de ugyanakkor nem hullámvölgyektől mentes, tehát azért itt is voltak mély pontok, megoldandó problémák, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív történet, rengeteget lehet belőle tanulni, és az egész design journey egy példaértékű utazás, és nem csak azért, mert mindent rohadt jól csináltak, hanem azért is, mert csináltak rosszul dolgokat, tanultak belőle, és ebből mi is tanulhatunk. Szóval nagyon tanulságos történetet fogok elmesélni, és ugyanakkor ebben a történetben rengeteg Kristály, tiszta design döntés van, amikről egyébként részletesen is tudunk beszélni. Szóval úgy fog kinézni ennek az epizódnak a tematikája, hogy először beszélek egy kicsit általánosságban a Darkest Dungeonről, hogy ez egy milyen játék, aztán következik maga a történet, és a történetben meg fogom említeni azokat a fontos design elemeket, vagy design szempontból fontos elemeket, amikről egyébként majd a történet befejezése után részletesebben is fogunk beszélni. És akkor nyilván a design blogban úgy ezeket kifejtjük, és végül összefoglaljuk a tanulságokat. Na és mivel maga a történet is hosszú, és rengeteg-rengeteg design oldali megbeszélni van, ezért vágjunk is bele. Ugye említettem, hogy a Darkest Dungeon egy ilyen hivatkozási alappá vált. Szóval innen lehet ismerős, hogy ha, ha nem is játszottatok vele, vagy még nem is láttatok róla semmit, vagy csak így hallottatok, akkor, vagy, vagy esetleg van így a fejetekben egy-két ilyen homályos kép, akkor az jutott eszedetek be róla, hogy egy ilyen nagyon egyedi látványvilággal rendelkező RPG szerű játék. És igen, ami a legszembetűnőbb a Darkest Dungeonben, az a nagyon egyedi látványvilága a vizuális dizájnja. Viszont ennél jóval többet tud a játék, tehát hogyha valaki egy kicsit jobban ismeri esetleg játszotta, és követte így a játékiparnak a fejlődését, akkor az láthatta, hogy igen sokan inspirálódtak a játék rendszeréből, Darkest dungeon bizonyos komponenseiből. Tehát ki lehet jelenteni, hogy a Darkest Dungeon meg megteremtett egy stílust. És ha össze akarjuk foglalni így zsáner szerint ezt a játékot, akkor ez tényleg egy ilyen karakterépítős RPG játék, viszont van egy management layer -e, és egyébként egy dungeon crawler rétege. Tehát maga a folyamat úgy néz ki, hogy van egy bázisod, amit fejlesztesz különböző épületekkel, ahol vannak kovácsok, kocsma, különböző helységek, ahol a hőseid majd kipihenhetik a fáradalmakat, és, és következzen, egy kis disclaimer rögtön itt az adás elején. Többször fogok erre a városra, menedzsment rétegre hivatkozni az adásban, csak sajnos rosszul. Valamiért beleragadt a fejembe az Ebi, ami egy épület a Hamleten belül, ami valójában ez a város, ez a kis bázisod, szóval amikor Ebit mondok, akkor Hamletre gondolok. Disclaimer vége, csapó. Adottak dungeonok, ahova a hőseidet, egy, mindig egy négy fős hős csapatot leküldesz, ahol szörnyeket kell legyőzni, lútot gyűjteni, amivel majd fejlesztett a városod. A harcrendszer az körökre osztott, és azt érdemes tudni róla, hogy szemben egymással négy harcos, tehát négy hősöd és négy szörny áll mindig, és szépen körökre oszva ütlegelitek egymást, használjátok a képességeiteket. És egyébként a játéknak a célja, hogy a különböző dungeon típusokban legyőzzétek mindig a bosszokat, és végül eljussatok a utolsó, legsötétebb dungeonbe, a Darkest dungeonbe, ahol a fő bossz le kell ölni. Na most ennél jóval komplexebb ez a játék, és most nem úgy, mint a DR billions rész esetében, ha csak ér, hanem csak érintőlegesen végig megyünk a különböző rétegeken, és azért csak érintőlegesen, mert nem ezeket fogjuk elemezni, hanem ami majd a fejlesztési történetből kijön, dizájnelvek, azokat fogjuk egy kicsit kibontani. Egyébként elmerülhetnénk a rétegekben is, de úgy gondolom, hogy most a Darkest Dungeon történetében nem ez a legfontosabb, hogy most a játék rétegeit elemezzük, hanem a design Journey-ből sokkal többet lehet tanulni. Na, szóval említettem, hogy van egy management réteg. Ennek a management rétegnek az a lényege, hogy a dungeonök közelében lévő bázist, az ebit, az folyamatosan fejleszt. Itt ugye fejleszted a kovácsodat, jobb fegyvereket tudsz majd kovácsolni, odaadni a hőseidnek, vagy fejleszteni a hőseid fegyvereit. Ugyanez megvan a páncélokkal, felvehetsz új hősöket, akik ugye csatlakoznak hozzád, és ugye innen küldöd be őket a dungeonokban. A Darkest dungeon az egyik legfontosabb része, és ebben majd a, a, a történetben sokkal részletesebben fogunk beszélni, de most csak megemlítjük, ez a stresszrendszer. Egész játéknak az alapötlete az, vagy az alapkoncepciója, hogy amikor hősökre gondolunk, akkor ilyen angyali fényben tündöklő, rendíthetetlen harcosokra gondolunk. Viszont, hogyha a valóságot nézzük, hogyha a való világban nézzük a hősöket, tűzoltókat, katonákat, rendőröket, azok nem feltétlenül ilyenek. Tehát lehet, hogy hősies dolgokat visznek véghez, viszont ők is emberek. Lehet, hogy mentális problémákkal küzdenek, alkoholisták lesznek, vagy éppen nem tudom, nyerőgépeznek, stb. Tehát, hogy ők is emberek, és ez egy ilyen dark fantasy világban jeleníti meg a Darkest Dungeon, hogy oké, okay, hősök vagyunk, de egyébként hősnek lenni nem a legjobb dolog a világon. Bemész egy dungeonbe, és betegségeket kapsz el, mentális problémák adódnak, összeroppansz a nyomás alatt, stb. 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 És az egész játék ennek a stressznek a megélésére épül a hőseid által, tehát a hőseidben, és neked is, tehát ahogy te is megéled ezt a stresszt a játék által. Ezt majd jobban meg fogjátok érteni a, a történetben, mert tényleg ez egy nagyon fontos víziója, korkoncepciója a játéknak. Viszont ha visszatérünk a management rétegre, akkor ennek a stressznek a kezelése, tehát konkrétan a játékban ezt ilyen stressznek hívják, ez egy nagyon fontos rész, mert a hőseid, hogyha megsérülnek csatában, hát ez kipihenik, meggyógyulnak hogyha valami komolyabb sérülésük van, vagy betegségű, azt gyógyítani kell a menedzsmentet a városban, viszont a stresszüket kell igazából levezetni. És erre különböző helyek vannak, nyilván elmehetnek inni, játékgép, vagy nem játékgépezni, hanem szerencsejátékozni, de akár elmehetnek imádkozni, meditálni, vagy éppen ugye a piros lámpás negyedben. És ugye ezeket az épületeket is fejleszteni kell, hogy ugye minél jobban le tud vezetni a stresszüket az embereidnek, mert amúgy nyomás alatt vagy tartva, tehát van egy nagyon ellenséges világ, ami folyamatosan felzabált titeket, és neked ugye ezt vissza kell nyomnod, tehát ki kell takarítanod a dungeonokat, viszont az embereid meg fáradékonyak, vagy hát eluralkodik rajtuk a stressz, és hát ebben a management rétegben ezt jól kell tudnod kezelni. Na és akkor mi van akkor, amikor bejutsz egy dungeonbe? Egy dungeon egy szépen oldalról látod, látod hogy máskálsz az embereiddel, a kis négyes csapatoddal, ugye külön elég sokféle kaszt van, tehát különböző hősök, és ezek összeillenek, mint a kis legók. Vagy hát éppen, vagy hogy nagyon nem illenek össze, attól függetlenül, hogy összerakhatod őket. <laughs> mint hogy a legókat is valamilyen szinten összeröltetheted, hogyha nagyon akarod. És itt is vannak olyan kombinációk, amik nagyon rosszul működnek, és vannak, amik meg nagyon jól. Tehát itt már van egy ilyen puzzle réteg a játékban. És a Darkest Dungeonnek ugye a dungeonokban az egyik elsődleges dolog, amit csinálhatsz, az a harc. És maga a harc rendszer az egy, maga egy puzzle. A hőseid nem csak fix pozíciókban lehetnek, hanem így ez a négy hős különböző pozíciókat vehet fel a, a csapat összetételbe kompozícióba. Most itt az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy akinek van egy böszmen fegyver, azt előre ragd, mert az ott fog ütlegelni, aki meg egy kicsit ilyen varázslósabb, vagy gyógyítósabb, azt meg hátra. De ez sem mindig igaz, mert egyébként az ilyen nagy ütlegelős karaktereknek is van olyan képessége, amit mondjuk az utolsó sorokból tudnak használni. És ez a szörnyekre is igaz. És ebből a kis logikai játékból kijön egy nagyon jó rendszer, egy ilyen puzzle rendszer, hogy folyamatosan gondolkoznod kell, hogy az adott szituációban hogyan kell a csapatod pozícionálását adaptálni, első körben úgy, amikor elküldöd a csapatodat, hogy milyen kompozíciód van, és utána harc közben is ezt néha váltogatni kell, vagy éppen a szörnyek meglepnek, és akkor már alapból egy ilyen összekevert állapotba kezdesz. És a szörnyeknél is gyönyörűen megfigyelhető ez, hogy inkább hátul állnak az ilyen stress dealer, varázslósabb lények, és elől pedig az ilyen ütlegelősebb, vagy éppen tankosabb lények. Erre majd a, a, történetben egyébként vissza fogunk térni erre a puzzle aspektusra, ugyanis a történetben volt ezzel egy nem kicsi probléma, vagyis hát ugye a Dark Dungeon fejlesztése során, de ezt gyönyörűen megoldották, de itt még egyelőre elég azt tudni, hogy ez a játéknak egy nagyon fontos komponense. És ahogy végigmész ezeken a dungeonokon harcolsz, találhatsz különböző tárgyakat, akadályokat, amiket a játékban kuriónak hívnak, ez lehet akár egy könyves polc, de vigyázni kell azzal, hogy ha ezeket kinyitod, és mondjuk nincs meg nálad egy megfelelő szerszám, mondok egy példát, ha akadály van, akkor az, az, kell egy lapát, amivel eltakarítod, de ha nincs nálad, akkor az embereidnek kézzel kell arrébb kotorni, és akkor megsérülnek, meg egy csomó stresszt megélnek. Szóval érdemes olyan tárgyakat hozni, amivel egyébként a kuriókat feloldod. De például meg tudja őket vágni egy ilyen törött üveges könyvespolc is, és kaphatnak tetanuszt, vagy écet, tehát elég durva a játék ilyen szempontból, Úgyhogy nem, nem abból áll a történet, hogy ú, egy láda, akkor kinyitom. Hanem abból áll, hogy néha el kell döntened azt, hogy megéri most ezt megpiszkálni. Mert lehet, hogy van benne lút, lehet, hogy van benne érték, de lehet, hogy az egyik embered valami nagyon ocsmány betegséget elkap tőle, vagy éppen egy csomó stresszt benyel. Na és minden egyes dungeon úgy néz ki, hogy vannak szobák, a szobákban általában valami értékesebb tárgy van, vagy éppen semmi, vagy valami nagyobb harc, és a szobákat összekötő folyosókon is végig kell menni és a folyosókon is lehet harcokat találni, különböző tárgyakat, vagy akár szobákat. Nagyon fontos a játék szempontjából még a fény, ugyanis különböző küldetésekre, vagy dungeon felfedezésekre, feltárásokra viszel magaddal egy csomó fákját, és hát ugye az a lényeg, hogy ez mindig nagyon világos legyen, mindig égjen egy fákja. És a, ugye a fákék szépen kialszanak, szóval fel kell töltekezni belőlük, de... Ugye ezt professzionálisabb játékosok tudják, vagy akik már jobban elmélyültek a Darkest dungeon a mechanikáiban, hogy nem feltétlenül akarsz mindig a legvilágosabban menni, ugyanis rengeteg-rengeteg hátrányjal jár az, hogyha mondjuk vak sötétbe mész, de ugyanakkor előnyökkel is jár a játék szempontjából. Szóval ez egy ilyen risk-reward system is egyben, hogy lehet, hogy jár egy csomó negatívummal a vak sötétség, vagyis mondjuk egy ilyen fél homály, de egyébként pozitívumokkal is. Na, tehát rétegek szempontjából van egy management rétegünk, úgy mint az X-Komnál, Itt egy ilyen kis várost menedzselünk, és természetesen a hőseinket. És hogyha már az X-Komra hivatkoztunk, ugye van egy ilyen harci réteg, vagyis hát ugye a dungeonoknak a felfedezése. És ahogy említettem, fejlődnek a hőseink, különböző skilljeik vannak, fontos, hogy milyen pozícióban állnak a csapat összeállításban. És a stresszrendszerhez kapcsolódóan van még egy nagyon különleges és nagyon egyedi rétege, vagy mechanikája a játéknak, amire szoktak így hivatkozni, vagy ki emelni. Ez pedig a virtue rendszer, ami a stresszhez kapcsolódik. Hogyha egy karakternek túl sok lesz a stressz, tehát eléri a maximum stresszt, akkor két lehetősége van, ez általában random a játékban. Vagy összeroppan, valami teljesen negatív státuszba kerül, ez lehet akár, hogy összeroppan a stressz alatt, és elkezd másokat hibáztatni, amivel elkezd stresszelni a többieket. Vagy mazohista lesz, és elkezdni magát bántalmazni, szóval ez egy elég durva dolog. Viszont lehetőség van arra is, hogy felülkerekedjen, és a bátorságával ugye kijöjjön belőle a hősiesség, és akkor pont, hogy fordítva bátorítsa a csapattársait. És ugye ez rengeteg drámát adnak változatosságot a játékhoz, erről is majd beszélni fogunk később, meg jobban fogjátok érteni, hogy ez hogy illeszkedik bele. De ez egy zseniális rendszer, és egyébként hát ez még nem a maximum stressz, mert itt is töltekezik tovább még a stressz, tehát nem 100%-ra, hanem 200%-ig fel lehet vinni, és ha valakinek 200%-ig megy a stressz, akkor ott már nincs vesz, ott, ott a, a játék szempontjából szívrohamot fog kapni a karakter. Ezekből egyébként, amiről beszéltünk, érezhetitek már, hogy nem egy kedves játék, tehát azért elég rideg és elég durva, de pont ez a vonzó benne. És hát így is lett megtervezve, így is lett megdizájnolva. És akkor itt még beszélhetnénk egyébként egy csomó rendszerről, a Dead Store rendszerről, ami akkor jön, amikor elfogy az összes HP-ja egy karakternek, meg gondolnád, hogy meghal, de nem, akkor még nem halnak meg. Ez is egy dráma réteg, zseniális réteg. Megbeszélhetnénk egyébként a karakterek fejlődéséről, a különböző szörnyekről, szörnymechanikákról, de úgy gondolom, hogy a Darkest Dungeon kapcsán jobb egy kicsit a madártávlati nézetnél maradni, és nem elmerülni a mechanikákban. Mert van benne nagyon sok újító mechanika, de úgy gondolom nem feltétlenül ezek az igazán érdekesek, hanem az, hogy madártávlatból mit reprezentál ez a játék, és ez hogy áll össze. És ez a már említett történetből gyönyörűen kijön. Úgyhogy összefoglalva, ez egy körökre osztott dungeon crawler játék, egy management réteggel, de nem akármilyen, egy nagyon különleges darab. Nézzük is meg, hogy miért ilyen különleges, mégpedig a Red Hook Studios történetén keresztül. Szóval, ahogy említettem, úgy fog kinézni most, hogy elmesélem a történetet, és ki fogok emelni néhány igen fontos, design szempontból igen fontos részt, de nem itt helyben a történet közben fogjuk elemezni őket, nem akarom ezzel megszakítani a, a történetet, hanem csak megemlítjük, és akkor majd a design blogban kifejtjük őket. Na, akkor beszéljünk a főszereplőkről. A történetünk első hőse, Tyler Sigman. Ő volt a klasszikus értelemben vett dizájnere a Darkest Dungeon-nek. Tehát ő egy játék designer. És egy érdekes figura ugyanis ő légiközlekedési mérnökként végzett, és rögtön egy olyan helyre került, ami neki egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen fix, top karrier lehetőség. Neki ez egy ilyen álommeló volt, és hát légiközlekedési mérnökként dolgozott. Viszont azt vett észre, hogy folyamatosan játékokon gondolkozik, tehát játékok dizájnolásán, mechanikáin, de igazából nem tudta, hogy ez is lehet karrier. Tehát nem volt képben azzal, hogy játék készítésből, dizájnolásból meg lehet élni. Viszont ettől függetlenül, tehát attól függetlenül, hogy élvezte a polgári munkáját, elkezdett összerakni néhány társas játékot, kártyajátékot. Ez például a Night of the Ill-Tempered Squirrel, squirrel <laughs> mókus, csak ha ki tudom mondani. Ez például arról szólt, hogy próbáld meg a legrosszabb filmet megcsinálni, ami csak lehetséges. Vagy ott volt a Witch Hunt, ami egy kicsit uh, kicsavart verziója a Town of Salemnek, vagy a Shrimpin, ami meg igazából egy halászos játék volt, és ami ez a Forrest Gump adta neki az inspirációt. És elkezdett így 2000 környékén ilyen print and play fogalmazzunk úgy üzleti módszerrel játékokat kiadni, ami nem igazán jött be, ez abból állt, hogy felraktad netra a játékokat, eladtad csak a koncepciót, és az emberek maguknak nyomtathatták ki. Hát ez egyáltalán nem jött be, nem keresett vele valami sok pénzt, de egy nagyon jó gyakorlat volt ahhoz, hogy hogy lehet nulláról elkészíteni, és gyakorlatilag kiadni egy játékot. Tyler úgy fogalmaz, hogy the purest isolation of game mechanics, tehát hogy ez a, a tiszta játék dizájn. És ezt kiemelném, nagyon is kiemelném, mert ez nagyon is igaz. Ha valaki játékot akar készíteni, és jobb akar lenni abban, ahogy játékmechanikákat alkot, ahhoz nem kell fejlesztő, grafikus, hangmérnök, stb., csak egy papír és egy ceruza. Leülsz, csinálsz egy játékmechanikát, ugye prototipizálod, kipróbálod, fejleszgeted, és ez mint egy lafina, majd szépen tovább fog menni. És így lehet igazán fejlődni. Na de térjünk át a másik főszereplőnkre, Chris Borussára. Ő az a híres grafikus designer, aki összehozta a Darkest Dungeon grafikáját, a vizuális dizájnját. De egyébként ő még nagyon sok mindent létrehozott, ezt majd a történetben látni fogjátok. Természetesen az ő története is nagyon tanulságos. Gyerekkorában nyilván ő is nagyon sokat, tehát nagyon rajongott a játékokért, és nagyon sokat játszott. De az első olyan játék, amivel tényleg így immerzíven el tudott merülni, tehát tényleg flow állapotba került, és érzelmileg megérintette a történet, az az Eye of the Beholder 2 volt, és úgy fogalmaz, hogy nem azt az érzést hozta ki belőle, hogy ú, de király végigjátszottam, hanem tényleg érzelmileg tudott hozzá kötődni. Tehát itt találkozott először azzal, hogy mennyire erős tud lenni egy játékélmény. Ugyanakkor ő imádja, imádja a képregényeket, meg imádta nyilván gyerekként a szuperhősöket, és imádott rajzolni, úgyhogy próbálta utánozni, ami ezekben a bookokban volt, tehát itt egyébként rengeteget fejlődött már gyerekként a rajzkészsége, és nagyon ügyesen rajzolt már gyerekként is. Aztán volt neki ebbe egy fordulat, hogy próbálta már gyerekként a saját stílusát kialakítani, ami így, ő elmondása szerint is egy visszagondolva vicces, de amúgy egy fontos, lépcsőfok volt, hogy megvolt a magabiztossága, hogy ő egy stílust képvisel. Találkozott egy X-Force nevű képregénnyel. Én ezt annyira nem ismerem meg a művészeket sem, de a lényeg, hogy volt benne egy pároldal, egy ilyen flashback, amit egy másik művész rajzolt, nem az, aki az egész képregényt, hanem csak így volt egy pár oldal, amit egy másik művész rajzolt. És ezt, ezt a pároldalt ő gyűlölte, Krisz, mert iszonyatosan igénytelennek tartotta. Úgy volt vele, hogy egy képregény karakterének meg rajzának a lehető legrészletesebbnek kell lennie, tehát így gyönyörűnek. Ez a pár oldal úgy nézett ki, hogy ilyen durva, fekete, kontúros grafikák voltak ebben a flashbackben, és így be volt dobva a képregény közepére. Úgy fogalmaz, hogy ilyen minimalista és ilyen szoborszerűek voltak, de az volt a lényeg, hogy fundamentálisan elutasítottak mindent, amiben addig hitt, amit így felépített magában a képregényrajzolás kapcsán, és ez így sokkolta, de ugyanakkor, hogy vissza visszatért, és így elkezdett így gyűlölete a gyűlölete alá hagyni, észrevette azt, hogy fel is nyitotta a szemét, hogy végtelen mód van arra, hogy hogyan lehet képregényt rajzolni. És egyébként ugye az, hogy egy művészeti alkotást létrehozni. Aztán, ahogy elkezdett már dolgozni, akkor így elkezdett kialakulni benne az is, hogy mit szeret csinálni, még mit nem. Például utált, utált, animációkat csinálni, viszont a konceptátokat nagyon szerette. Én annó találkoztam az első játékával, a 7 chris -szel. Van néhány nagyon megkopott emlékem erről a kis csontfász figuráról, meg hogy fogalmam sincs, mit kell csinálni a játékban, és ez el is indulhatott volna valamilyen irányban ez a játék, mert a Ubisoft-tól egy PS2 publishing dealt kaptak, de az végül el lett kasszálva. Viszont ez neki egy jó belépő volt a játékiparba, tehát ez egy nagyon jó tapasztalat volt. Nem emlékszem rá, hogy milyen volt ez a játék, de tök érdekes volt megtudni, hogy, hogy úristen, ez hozzá köthető, és én ezzel játszottam is. Na de folytatva a történetet, utána sokat freelancerkedett, aztán beáll dolgozni egy céghez, ahol egy remek projekten dolgozod, még mégpedig egy Nokia Engage játékon. Na és itt találkoznak hőseink, ugyanis mind a ketten a Backbone Entertainmentnél kezdtek el dolgozni, és itt barátkoztak össze, és hát arra a arra vezetik vissza a barátságukat a viszkin és a pókeren kívül, hogy, hogy érezték, hogy közös az értékrendjük a játék dizájnnal kapcsolatban. És ugye telt múlt az idő, és mentek balra, jobbra ők is, mindig elintett, mind a ketten belefáradtak itt a céges munkába, és elindultak más irányba. Mindig valahogy keresztezték egymást, de úgy jött hogy folyamatosan az egyik ő, hogyha szabad volt, a másik elfoglalt. Viszont szóval mindig szerettek volna együtt dolgozni. És az egyik találkozójukon Chris jött egy ötlettel, amire mindig visszatértek, és így ötleteltek rólam. Gyakorlatilag folyamatosan itt kötöttek ki, hogy amikor találkoztak, akkor elkezdtek erről a játék, vagy erről az ötletről, a játékötletről brainstormolni. Ha röviden kéne megfogalmazni, akkor, akkoriban azt mondták, hogy if you think about it, it would be really suck to be adventurer. Tehát, hogyha belegondolsz, akkor amúgy nem egy olyan jó dolog egy kalandornak lenni. És igazából ez nekik egy ilyen viccként indult, hogy a Power fantasy annyit ér egy hős, amekkora a kardja. Mindenki nagyon hősies és erős, de semmiképp sem gyenge. Na és innen jött az ötlet, hogy van egy lehetőség abban, hogy, hogy mi van akkor, ha ezt a feje tetejére állítják, ezt a koncepciót, és megmutatják, hogy milyen a hősök élete valójában egy koszos dungeonben. A Krisz az úgy fogalmazza meg, hogy ide adhatod a legnagyobb fejszét, de ha egy tényleg egy valódi csontfás szemben, akkor teljesen leblokkol, összeszarja magát. És ez egyébként a hősökre is igaz lehet. Ugye említettem már a mi mindennapi hőseinket a való világban, és ők is erről, tehát ők erről sokat beszélgettek, tűzoltokról, rendőrökről, katonákra, akikre mint hősök gondolunk, de aztán ők a, a nagy csata után, a hősés csata után hazamennek, lánzdohányosok, szerencsejátékosok, vagy épp nem tudnak aludni ők is ugyanúgy emberek, mint mindenki más, nem tökéletesek. És akkor itt van egy kettőség, ami, ami nekik tetszett, mint koncepció, amiről ötleteltek gondolkoztak, hogy, csak nyilván fantasy köntösben, hogy hősök kívülről, de mind megvannak a maguk problémái, mint mindenki másnak. Az egyik ilyen brainstormingukon hangzott el a Darkest Dungeon neve is, ami egy firka volt a jegyzetfüzetükben, de aztán megszerették. És az alliteráció is jól hangzott úgy, hogy így született a neve a Darkest és az alapkoncepciója. <laughs> Na de, hogy, ahogy említettem, mindig, amikor összejöttek és beszélni kezdtek róla, akkor így izgatottak lettek, és így oldalakat írtak tele. Így organikusan jött a motiváció és a lelkesedés a projekt, projekttel kapcsolatban. De ezek mindig csak beszélgetések voltak. Tehát nem kezdtek el belőle semmit megvalósítani. Aztán a karrierjükben eljutottak mind a a menedzsment szintig, de valamiért mind a ketten a karrierjükbe folyamatosan az eltörölt projektekbe szaladtak bele, vagy jöttek mindig nagyobb céges hullámok, és egy kicsit elegük lett belőle. Aztán amikor pont mind a kettőjüknek éppen tele volt a töke, akkor elmentek inni, és így úgy mesélik el, hogy félve, de így az alkohol hatás alatt egyre nyitottabban elkezdték egymástól kérdezgetni, hogy jó, akkor most belevágunk, most csináljuk. És körülbelül így oda-vissza dobták ezt, meg kérdezgették egymástól órák hosszáig, még végül eldöntötték, hogy tudod mit vágjunk bele, megpróbáljuk, megnézzük, hogy meddig tudjuk ezt elvinni, és akkor így indult el a Darkest Dungeon-nek a története. Tyler és Chris megálmodták ezt a koncepciót, hogy szívás hősnek lenni, elegük lett egy kicsit az alkalmazotti létből, és hát úgy döntöttek, hogy teszünk egy próbát. Na, és innen indul lényegében a Red Hook studios a sztoria 2013-ból, amúgy durva belegondolni, hogy ez már 8 éve volt. Bocsánat, 9, az ott már 20-22-t írunk. És úgy indult a Red Hook Studios, hogy ketten voltak egy kis szobában, valamelyiküknek azt hiszem a lakásán. Na és annak ellenére, hogy az volt erősen a fókuszban, hogy, hogy mennyire rossz dolgok történhetnek egy kalandorral, és mennyire nehéz ez, nem akarták az irányba vinni a játékot, hogy minden szar. Azt az oldalát is meg akarták mutatni a kalandorok életének, hogy amikor minden rosszra fordul, és teszel valami hősi eset, vagy csak véletlenül megtörténik, az mennyivel jelentőségteljesebb. Tehát ugye ezekben a high fantasy el tudnak törpülni a hősi tettek, mert egyébként ez az, az a alap, amit elvárunk a hősöktől. Itt viszont azt érdemes látni, hogy ők nem, azt, tehát nem egy ilyen fogalmazunk, hogy mémjátékot akartak, ami, ahol itt szenvednek, meg kínlódás van. hanem azt akarták megmutatni, hogy nehéz az életük, viszont amikor megteszik azt, amit meg kell tenniük a lehető legrosszabb helyzetben, az így ebben a kontextusban sokkal jelentőségteljesebb. Onnan is csírezett ez a koncepció, hogy mindketten a menedzser szintre jöttek. És úgy fogalmaznak, hogy adhatsz az embereknek célokat, elvárásokat, beszélhetsz velük a teljesítményükről, de nem tudsz rájuk direkt kontrollt gyakorolni, nem irányíthatod őket, mint a bábukat. Sok vezető, és majd erről is fogunk részletesebben beszélni, vagy hát bocsánat, nem vezető, azok inkább ilyen főnökök, vagy nem tudom, hajcsárok ezt nem érti ezt a koncepciót. Ők úgy gondolják, hogy pontosan tudnak bábozni az emberekkel. Sajnos a, én is a alkalmazott létem alatt találkoztam ilyenekkel, de jelenleg most akikkel dolgozom és, és főnököknek nevezek, ők nem főnökök, hanem vezetők, igazi vezetők, és óriási különbség van egy főnök és egy vezető között. Na de lényeg a lényeg, hogy ez majd a Chris és a Tyler kapcsán fontos lesz, hogy ők milyen jó vezetők, de most maradjunk a játék koncepciójánál, itt is adott egy csapat, mint például a, ugye a kalandorok csoportja, akik alapvetően átveszik a te iránymutatásaidat. Tehát azt teszik, amit ugye mond interfészen ugye mondasz nekik. De ha túl messzire viszed őket, akkor elkezdenek úgy viselkedni, ami már nem áll az irányításod alatt. Megint csak egy kicsit a valóságos csatolva, ez, ez, így működik a valóságban is. Hogyha túl terheled a csapatodat, hogyha egy szar vezető vagy, tehát vagy van egy rossz főnök vagy, rosszul csinálod, akkor fel fognak mondani. Arra nincs kontrollod, nem mondhatod neki, hogy nem mondj fel, nem mondhatod neki, hogy nem menj kényszer szabadságra. Most ezek elég csúnya példák, de léteznek a világban elég sok helyen. Sajnos. És ez a Darkest Dungeon koncepciójában is benne volt, hogy nem irányíthatod, nem mikromenedzselheted az érzelmeiket. Megmondhatod nekik, hogy kitűssenek. Viszont ha ők is bekapnak egy szúrást vagy egy ütést, és összeomlanak, akkor onnan kezdve nem tudsz velük mit kezdeni. A játék úgynevezett horror faktora onnan jött, hogy gyakorlatilag bármikor elveszteted a legértékesebb emberedet, és ez alapból rádrak egy, egyfajta nyomást. És tényleg ilyen a játék. Tehát csinálhatsz mindent jól, de érhetnek óriási randomban a szerencsék. És erre nem csak mechanikák épülnek, amit a rendszer ilyen irányú optimalizálásával érnek el, tehát ugye a random faktorok, stb., hanem az egész design erre épül. A hangok, a zenék, a vizuális design, a történet, minden erre mutat. És akkor már kezdünk egy kicsit megérkezni egyébként a vízióhoz, és az egész történetnek a vízió, a kreatív irány lesz a lényege. Erről fogunk rengeteget beszélni itt is, és a design blogban is Na, de eleinte úgy gondolták, hogy összerakják ketten a játékot Game Maker-ben. Chris rajzol, Tyler designer és programoz. Ennyi. Volt félre rakott pénzük, de hamar rájöttek, hogy közel sem annyi, amivel az egész projektet támogatni tudták volna, és hát nyilván ez több dolgot jelentett. Egyrészt az, hogy keresniük kellett embereket, akik csatlakozni akarnak hozzájuk, és olyan emberek, akik el tudják magukat tartani, tehát egy darabig finanszírozni, mert ugye fel kellett pörgetni az eseményeket, és ugye több emberre jobban haladnak érthető, kevesebb ideig kell eltartaniuk magukat, valamint hát pénz kellett valahonnan keríteniük, és így itt jött be a képbe a Kickstarter. Viszont mielőtt még a Kickstarterre mentek volna, bejött a képbe a CMF, azaz a Canadian Media Fund, ugye a kanadai média támogatás, nevezzük így, és náluk is bepróbálkoztak, de sajnos bebukták. A, a CMF-es vonal egyébként azért volt nagyon hasznos, mert egy ilyen támogatás elnyeréséhez egy igen részletes design dokumentáció és üzleti terv kell. És ez rákényszerítette őket, hogy átgondolják a projekt részleteit előre, nagyon részletesen. Ez, ez a pont, ez egy nagyon szerencsés fordulat, hogy ezt itt megtették, meg kellett tenniük, mert ez majd később is nagyon fontos lesz. És az az érdekes, hogy amikor írták a dokumentációt, akkor teljesen biztosak voltak benne, hogy megnyerik, mert megnézték, és a Darkest Dungeon-nél jóval kevésbé kreatív a projekteket is támogattak. A Darkest Dungeon egyedi volt, és az első játék volt, ami egész, egész napos szörnygyilkolás, meg a kalandozás negatív pszichológiai következményeit helyezte a középpontba. Tehát ez teljesen egyedi volt. A CMF-nél, mint befektetői csoportnál fogalmazzunk így, ez egy nagyon jó selling point, hogy egyedi a játékod, és feltűnést keltő. És nem tudja hogy pontosan, miért utasították el őket, mert ugye, hogy mondva, elutasították őket. De az egyik például, vagy amit sejtenek, az az alacsony pénzügyi előrejelzésük volt. Utólag úgy fogalmazzák, vagy azt mondják, hogy ez egy nagyon realisztikus, konzervatív becslés volt, aminek az volt a vezérelve, hogy nem kell, hogy Kirobbanó siker legyünk, elég, ha csak okén teljesítünk, és akkor a CMF-nél ti már a pénzeteknél vagytok. És erre azt a választ kapták, hogy nem tűnik valami szolid befektetésnek. És ez nagyon fontos, amikor valaki pénzt kér, mert lényegében itt pénzt kértek támogatást, hogy azért kell az önbizalom. Mert önbizalom ambíció. Mert amikor befektetőkkel beszélsz, ők nem fogják rád bízni a pénzüket, hát ilyen, hát majd meglátjuk rá. Nyilván nem is arról van szó, hogy van egy szar terméked, vagy valami, bármi egy koncepciód, és azt így fellegekig kell magasztalnod, meg hazudnod kell, hogy pénzt kapj érte, de ha van egy jó koncepciód, egy kezdeményed, ami tényleg jónak tűnik, akkor lehetsz magabiztos. Ők Ők ezt egy kicsit elszerenykedték, és nagy valószínűséggel ezért sem kapták meg. Nem kell őket átverni nyilván, de feltételezésekre, meg gyengeségre senki nem fogja pénzét rakni. Na és hát gondolhatjátok, hogy ez egy kicsit demoralizálta őket, de hát hittek a vízióban, és az vitte őket tovább. És ez megint csak egy nagyon fontos megjelenése a víziónak. És hát úgy voltak vele, hogy találnak majd utat pénzügyileg is arra, hogy megoldják ezt a történetet. És hát spoiler alert, találtak is. Viszont elindultak a kreatív processzek, a brainstormingot, prototipizálások, tesztelések, stb., és az első ötletük egy ilyen top-down, felülnézetes, felfedezős, harcolós játék volt. Ez nyilván a társasjátékokból jött, társasjátékos, szerepjátékos múltjukból. Ez azért egy nagyon fontos pont, mert ott van az, hogy a társasjátékokból rengeteget inspirálottak, és ez volt az első kézenfekvő ötlet, kézenfekvő megoldás. Viszont érezték, hogy nem ez az ő irányuk. És ha megnézitek a, a dokumentumfilmet, ott láthattok fantasztikus korai koncepciókat. Egyszerűen csodás látni, ahogy a, a kézzel papírokat beszkennelték, vagy, hát, vagy ilyen éppen ilyen photoshopban összefirkált dolgokat, és abból csináltak ilyen kis prototípusokat, gyönyörű early prototípusok. Én imádom az ilyeneket. Na szóval megnézzétek, vagy belenéztek a dokumentumfilmbe, láthatjátok, hogy ezek nagyon-nagyon ilyen berbón, nagyon korai prototípusok voltak, de számomra gyönyörűek. Na és itt Chris úgy fogalmaz, így visszatérve a társas játékos gyökerekhez, hogy you got to get out your bad ideas first. És ez igen fontos, mert ez a gyors iterációnak a lényege, főleg a projektek elején, erről majd beszélni fogunk részletesebben, tehát iteráció, nyitottság, rugalmasság, valamint iterációs intervallumok. Erről majd a design blogban beszélni fogunk, de az a megfogalmazás egyszerűen tökéletes, és nagyon megmutatja a lényeget, hogy először a rossz ötleteidet ki kell ventillálnod. És egyébként, ha UX-designban, általános designban megnéztek módszereket, ahol a design processnek a korai, még a felfedező része van a középpontban, arról beszélnek, akkor ott rengeteg módszer van arra, hogy hogyan lehet ezeket a korai rossz ötleteket így kihúzni magadból. Na de erről majd beszélünk részletesebben. Szóval olyan érzésük volt, hogy ez csak egy PC-n megvalósított, ilyen grid-based társasjáték, és ők nem társasjátékot akartak csinálni. Nem ez volt itt a lényeg. Tehát elkezdtek egy picit mélyebben abba belemenni, hogy ez miért nem jó ez a, ez a, ez a felülnézet, ez a top-down. Mert a, van sok top-down játék, ami nem hasonlít egy társas játékra. És itt jöttek rá arra, hogy nem kapták meg ettől a nézettől azt, a, azt az érzést, amit közvetíteni szerettek volna. Ugye ehhez a sötét, vészjósló dungeon crawlinghoz, dungeonökben való kalandozáshoz nagyon is hozzátartozik a klaustrofóbia, bezártság, kényelmetlen nyomása amit ugye a felülnézet az teljesen anihilál. És ha visszaemlékeztek ugye a szubnautikás adásra, amire előszeretettel reflektálok, ott beszéltünk a lens of emotion -ről. Ugye ez a érzelmi lencse. Ezek a lencsék emlékeztetőül a nagyszerű Jesse Schnellnek a The Art of Game Design című könyvéből jönnek, ahol ugye különböző lencséket, jó sok-sok, majdnem száz lencsét bemutat a Jesse, hogy milyen lencséken keresztül vizsgálhatod a játékodat. És a szubnautikát is ugye az egyik legfontosabb lencs az érzelmi lencse volt. Ott is a, a felfedezéssel, az ilyen idegen világ felfedezésével járó félelemszorongás, de ugyanakkor kíváncsiság, klausztrofóbia mélységtől. Ugye a szubnautika egy ilyen, egy ilyen mélységben a víz alatt játszódó játék. Szóval ott ez nagyon fontos volt, és itt is nagyon fontos. Erről is a design blogban fogunk majd beszélni, de ők, így a, ők nem ezt a Lens of emotion használták, csak nekik, mint core koncepció, vízió, nagyon fontos volt ez a klaustrofóbia, ez a nyomás, és ezt nem kapták meg, mert felülről nézed. Folytatva a történetet, Tylernek a lakásán beszélgettek, hogy hogyan tovább, és gyakorlatilag papíron találták ki a Darkest Dungeon egyik legjellegzetesebb stílusteremtő elemét, azt, hogy a hősök és a szörnyek összecsapnak tényleg gyakorlatilag összeütköznek a képernyő közepén. Itt fontos megemlíteni, és megint csak a design blogban beszélni fogunk róla, a brainstorm, brainstormingról és a kommunikációról. A brainstorming egyértelmű, üljetek le, beszéljetek, ventiláljátok az ötleteket, és a sok szar ötlet között ott lesz az igazság, viszont a kommunikáció. Tyler egy kicsit ellenállt, mert már dolgozott a régi rendszeren, és sokat beletett. De a harcot tartották a játék alapjának, tehát az volt egy nagyon-nagyon fontos eleme, hogy a harc jó, akkor léphetünk tovább. És úgy volt fel, hogy oké, okay, nézzük meg. Itt ugye két fontos elem is van, az egyik ugye az ellenállás és a nyitottság, ami azért nagyon fontos, mert Tylerben, és ahogy itt reagált, az nagyon becsülendő, hogy munkát tett bele, tényleg csinálta, kitalálta. És amikor jön valaki, és azt mondja, hogy nem, ez így nem lesz jó, kukába az egész, újra kezdjük, az nagyon demotiváló tud lenni, és ez kiválthat az emberből egy ilyen ellenállást, hogy, hogy védje, próbálja meg negálni, alátámasztani a rossz rendszert is, mert már munkát tett bele. És ez nagyon becsülendő benne, hogy meg tudta tenni, meg tudta tenni azt a lépést, hogy jó, nézzük meg. Ez ugye rengeteg dologból adódik össze, ugye a a Krisz felé tanúsított tisztelete, a barátságuk, és, és itt lehet áttérni a másik részre, ugye, ami, ahogy említettem, hogy a harc volt a középpontban, és az volt az alapja a játékmeonikáknak. És itt jön a képbe a dependencies az a függőségi mátrix, amivel megint csak majd a design blogban beszélünk, és ne aggódjatok, majd itt visszahivatkozok ezekre a történeti pontokra, hogy mi volt a kontextus, de nagyon fontos az, hogy egy játékban rengeteg réteg és rengeteg mechanika van. Ezek bizony összefüggnek. Tehát, ha valamit megváltoztatsz, akár ezer másik is dolog is változni fog vele. Ha egy ilyen dolgom, tehát egy ilyen dolog van, ami nagyon sokról függ, az egy alapvető elem. Vannak olyan dolgok, amit megváltoztatsz, és gyakorlatilag semmi nem fog tőle történni. Ezek általában ugye a függőségi matrix tetején vannak, ettől nem függ nagyon semmi, de erről részletesebben beszélni fogunk. De itt ez a történetben az is közrejátszott, hogy látták azt, hogy ez egy fundamentális elem, és ezt meg kell csinálnunk jól, hiába fektettünk bele munkát, ha van egy jobb ötlet, ami azzal kecsegtet, hogy ez jobban működik, akkor dobjuk ki a régit, vagy hát tegyük parkolópályára, fejlesszük meg, prototipizáljuk le az újat, és nézzük meg. És igazából logikus volt amikor elkezdtek foglalkozni ezzel, hogy a képernyő közepén gyakorlatilag összeütközzenek a hősök és a szörnyek, akkor belebotlottak, hát nem csak belebotlottak, ugye ezek a szerencsés féletlenek úgy is jöhetnek, hogy a fejedből előás koncepció egy régi ötletet, és akkor hogy is volt ez? Nézzünk ennek utána. És az a Tylernél fordult elő, hogy emlékezett egy régi C64-es, Commodore 64-es játékra, Pool of Radiance-re, és a Pool of Radiance ben amikor egy hős lecsapott egy szörnyre, ugye ilyen kis pici pixel babák voltak, tehát C64 nagyon régi játék, amikor megnyomtad a, abba az irányba a kis karakteredet, amelyre a szörny volt, akkor volt ott egy keyframe, hogy így lecsap, és így, css, így odacsap, És így láttad az eredményt, hogy így meghalt a szörny, ott volt egy ilyen kis halálfej. És ez ilyen, ez ilyen satisfying volt, hogy így tényleg oda nyomtad, és akkor hallottál egy ilyen kis hangeffektet, és így, pff, így oda vágott neki. Na, és ezt így a Darkest Dungeon-ben, hogyha ismeritek a játékot, ezt tökélyre fejlesztették. A hangeffekt, a felugró animáció, a sebzés szám, hogy a kritet ütsz, akkor belere az egész képernyő. Tehát ez a elnézés, de hogy, ahogy oda baszol egy kritet a Helionnak a fejszéjével. Amikor beütnek ezek, akkor egy érzet, hogy, hogy mintha ököllel oda vágtával volna a képernyőnek. És hát mondanom sem kell, hogy ez nagyon sok, tehát nagyon-nagyon sokat adott a játékhoz. De nem csak ez a harc ugye a drámához, hanem az is, hogy közel, tehát gyakorlatilag a képernyőt rá fókuszálták a karakterekre. Mert ugye felülnézetben úgy érzed magad, mintha egy isten lennél. Tehát, és ez nem egy isten szimulátor. És hogyha lemész a hősöknek a szintjére, ott vannak előtted, akkor, akkor te is átérzed azt a stresszt, amit ők átélnek. Na és hát ezzel összefüggésben jött a következő kemény dió, ugye a dungeon a felfedezése, az exploration, amire igen stresszes időszakként emlékeznek vissza. Mert elkezdtek jönni a kérdések ezzel az oldalnézettel, ezzel a közeli oldalnézettel. Hogy legyen a felfedezés? Legyenek árkok, amiket át kell ugrani? Tehát négyen vannak, akkor hogy fogják átugrani? És hát gondolhatjátok, most egy ilyen kis mellékes szállat megpendítettem, mennyi kérdés adódhatott ezzel? most triviálisnak tűnhetnek a válaszok, hogy kész van a játék, de akkor így felmerül a kérdés, hogy jó, akkor most mi a francot csinálunk, egy platformer játékot csinálunk belőle? Eleinte úgy volt, hogy csak akkor zoomolnak a karakterekre a játékban, tehát akkor megy be melléjük a kamera, és látod a hősöket meg a szörnyeket összeütközni, amikor harc van. És a felfedezés a régi verzióban még ilyen top-down volt, tehát felülnézetben volt a felfedezés. Tehát ekkor jött igazán az ötlet, hogy mi lenne, ha még többet látnánk a karaktereket felfedezés közben. Tehát akkor is ott lennénk mellettük, és nem csak a harc hevét élnénk át velük, hanem azt is, hogy azt a stresszt, amikor éppen bármelyik sarokból ránk ugorhat egy szöny, mikor felfedezzük éppen a dungeon-t. Úgy arra, hogy felfedezéskor is lásd a karaktereket, viszont úgy voltak vele, hogy a legegyszerűbb az, ha ilyenkor nincs interakció, hanem automatikusan sétálnak szobáról szobára, és hogyha találsz valamit, akkor döntesz, mit csináljanak. Tehát így rápöttyintesz egy szobára, és akkor szépen átsétálnak. De itt jött az, hogy iszonyatosan gagyinak hatott, tehát utálták a koncepciót, és Chris úgy emlékszik vissza erre, hogy ilyen rémálmai voltak, hogy olyan review fognak kijönni majd a játékról, hogy Darkest Dungeon, sétálás jobbra és szar, meg ilyenek. Tehát, hogy így nagyon-nagyon nem tetszett nekik ez a koncepció. Egyszerűen nem volt jó érzés nézni, ahogy a karaktereid mennek. És ha visszagondoltuk ez amúgy támogatta volna azt a koncepciót, hogy nem lehetsz hatással az emberekre, tehát hogy nem mikromenedzselhet őket. Ugye, amiről beszéltünk a, a vezetők kapcsán, hanem adhatsz nekik direktívákat, menjetek be ebbe a szobába. És ez növelnie kellett volna ezt a stressz, de mégsem tette. Egyszerűen rossz volt, rossz érzés volt. És ezekre az érzésekre. Nagyon fontos figyelni. És akkor itt megint kiemelném a nyitottságot. Azt, hogy ne essünk pánikba, legyünk nyitottak. És hogyha van egy ötletünk, ami még hogyha fasságnak is tűnik, vagy egy ilyen, ami, ami egy ilyen egyszerűsítésnek tűnik, vagy hogy egyértelmű, hogy ez rosszabbá fogja tenni a játékot, akkor is legyünk nyitottak. Ha hamar ki lehet próbálni, tehát egy pár perc megfejleszteni, és ki lehet próbálni, akkor tegyük meg. Mert ahogy így a designban már beszéltünk róla, a hibák azaz egy olyan koncepció, ami hibás, és végül nem fogjuk implementálni, az is egy siker, mert találtunk egy módot arra, ahogy nem működik. A siker, a működő koncepciók abból születnek, hogy számtalan kidobott ötletünk volt, és bebizonyítottuk számtanszor, hogy mi nem működik. Tehát nyitottság és szerendipiti, azaz apró szerencsés véletlenek, amiket észreveszünk, és elkezdjük őket üldözni, mert ebből fantasztikus dolgok születnek. Na és hát a Darkest Dungeonben ez úgy ebben a kontextusban, hogy automatikusan sétálnak az emberek és utálják őket, jött az ötlet, hogy mi lenne, ha nem automatikusan mennének, hanem nyomni kell hozzá a D betűt, vagy a kurzort, hogy menjenek. Primitív ötlet, és még elveszi azt a koncepciót, hogy nem tudsz az ember ide hát mennyire alássa ez azt, hogy még neked kell nyomni a gombot, hogy sétáljanak. És bármennyire Egyszerűnek és bagatelnek tűnik, amikor kipróbálták, egyszerűen végét. Tehát fundamentálisan megváltozott a játék, sokkal jobb volt. Tehát már csak az, hogy egy gombot kellett nyomnod, és te adtad azt az inputot, ahogy sétálnak az embereid, sokkal jobb lett tőle ez a rendszer, ez a felfedezés. És hát egyértelműnek tűnik nem, tehát így utólag. Akkor még nem tudták, mi van mögötte, de a megoldás nagyon egyszerű. Hogy nem, nem azt akarod, hogy felfedezzenek helyetted, te akarsz felfedezni. Egyszerű a megoldás, de ilyenkor ezt nem látod. Na itt tud segíteni a nyitottság. Hogy nem látod ezeket a egyszerű megoldásokat, de kipróbálod, és aztán rájössz. Szóval nagyon érdekes fordulat, de erről a részben majd még a design blogban beszélni fogunk. Tovább haladva, a művészeti iránya a játéknak, ugye az a nagyon-nagyon jellegzetes grafikája, na az sem jött magától. Természetesen a Krisztus sokat inspirálódott a már kialakult stílusából, amik ugye képregényekből jöttek, de ugyanakkor rengeteget kísérletezett, mire kialakult a jelenlegi vizuális design. És természetesen erre is vissza fogunk térni a design blogban, és most ezt nem akarom kifejteni, de nagyon érdekes téma. És hogy így előjáróban csak annyi, hogy gondolhatnánk, hogy csak a játékmechanikákkal fontos az iteráció, a prototipizálás, stb. Nem, a sokkal művészebb, kevésbé mechanikus dolgokkal is nagyon, a kapcsolatban is nagyon fontos prototipizálni kell a művészetet is. Azt is iterálni kell. Hiszen, hogyha valamilyen vízióval párhuzamba akarod állítani művészeti elemeket, azokat is prototipizálni kell. Az nem úgy van, hogy van egy víző, és ami kijön a kezedből egy rajz, az tökéletesen simulni fog hozzá. Nem, oda kell tenni, látni kell, hogy az adott karaktergrafikája sétál a képernyőn, és érezni kell a hangokkal, és akkor tudod majd azt mondani, hogy igen, ennek helye van, vagy nem, itt valami nem stimmel. Na de tovább lendülve, egy új szereplő a történetben, és most már lesznek többen is, Brooks Gordon, Technical Artist Animation, FX and Tools. Ő az, aki az animációkat csinálta, és hát gyönyörű animációk vannak a játékban, Spine-ban elkészítve, és az az érdekes, hogy eredetileg nem akartak animációkat. Ez is a művészeti irányhoz, vagy a vízióhoz tartozott. Chris, egyik, Chris nagyon sokat inspirálódott régi, ilyen, ilyen pergamen rajzokból, favésetekből, stb., manuszkriptekből, és hát ez is hozzátartozott volna, hogy ugye azok így nem mozogtak, hanem azok ilyen statikusak, régiek, és ez a, ez a mozgás hiánya is hozzáadhat ehhez a világnak a sarkoságához, de kipróbálták, és nem volt jó, ugye, amiről az előbb beszéltem. Egyszerűen nem nézett ki jól, nem érezték. Hiába volt párhuzamban a vízióval, egyszerűen rossz volt. Ezután kezdtek el animálni kb. mindent, mert ahogy hozzáadták az első animációkat, onastok ezben összeért az egész, egy geniális lett, úgyhogy kezdjünk el animálni mindent. Na és itt született egy döntés, aminek nagyon érdekes az alapja és a jelentése. Folyamatosan próbálták a játékot marketingelni a fejlesztés alatt, és arra a döntésre jutottak, hogy összeraknak egy trélert. Ugye, a trailer az egy marketing eszköz. De végül ez a trailer leginkább saját maguknak készült, és leginkább róluk szólt. Na, hát hogy történhetett ez? Egyrészt látni akarták a játékot mozgásban, magát a koncepciót. Ha megnézitek a trailer, az kb olyan, mint a mostani gameplay: animációk, oldalnézet, stressz, harc, halál, bal szerencse minden. Ez volt az első, tehát, hogy, hogy lássuk végre, hogy hogyan működik, mert még gameplay annyira nem volt de amivel már kész voltak, azt össze akarták rakni, és erre a trailer egy remek megoldás volt. A másik pedig, hogy validálják, hogy egyáltalán van egy célközönségük, van egy piaci szegmens, akinek dolgoznak. Ez meg inkább a marketinghez kapcsolódik, kirakod, látod mi a reakció. Ott van a Youtube-on, láthatod a reakciókat. Na és ez remek döntésnek bizonyult, mert a trailer építése, már az építése közben rengeteg insightjuk volt, hogy mi az, amire fókuszáljanak, és mi az, amit hagyjanak hátra. Tehát komplet játékmechanikai elemeket dobtak ki már itt. Az a nagyon érdekes, hogy nem csak MVP-k vagy működő dolgok lehetnek prototípusok. Igaz, riszki, hogy csak egy trailerre támaszkodsz, mert akkor így mozgásban, interakcióra nem fogod megvizsgálni a dolgokat, nem nyomkodod meg a játékot, de egy rövid trailer igen sokat tud adni. Chris itt tökéletesítette a művészeti irányzatot, hiszen rá is volt kényszerülve, mert a trailerben már azért úgy kellett volna, úgy, úgy, úgy kell megjelenni, ahogy a végleges játékot akarod azért úgy valamilyen szinten reprezentálni. Nyilván most itt lehet jönni azzal, hogy a játékipar, mert mennyire nem igaz, de ez nem egy triplá stúdió. Tehát az, hogy a triplék, mit tudom, kiraknak egy, hú, nem is tudom, mikor volt az a Division trailer, ami akkora hazugság volt, vagy mondjuk a Cyberpunkra gondolhatnak, vagy bármi csomó más a Battlefieldre, hanem ez egy kis indie stúdió, tehát ők azért jóval érzékenyebbek erre. Tehát ők, hogyha nem azt rakják ki, ami úgy nagyjából a végleges, akkor eléggé a, közösség eléggé segbe tudja billenteni őket. Mindegy, Chris itt tökéletesítette. Tehát itt értek össze igazán a, a vizuális dizájnok. Na is akkor egy újabb szereplő, Jeff Tangsok, remélem jól ejtem a nevét ismét, ő a Power Up Audio stúdiónak a direktora. Ő úgy jött a képben, hogy Chris egy igen egyedi megkülönböztető hangdizájnban gondolkozott, és Jeff elmondja, hogy általában a hang az az utolsó nagy tartóoszlop, amit a játékhoz adnak, és általában ilyenkor átnézik a vizuális dizájnt, az animációkat, és ez alapján dolgoznak. Tehát általában ez tipikusan egy ilyen diadalmenet, hogy oké, okay, adjuk még hozzá a hangokat, és akkor elkezdenek dolgozni a hangmérnökök. Viszont Jeffnek volt egy érdeklődése, mégpedig, hogy egyes horrorfilmek miért ijesztőbbek a másiknál, ha szigorúan a hangvilágnál maradunk? És erről úgy annyira nem tudott válaszolni, nem volt még tere, hogy kísérletezzen, és a Darkest Dungeon egy remek lehetőség volt neki, hogy ezt a világot felfedezés kísérletezzen, mert azért valamilyen szinten horrorisztikus a világa, legalábbis hangokkal mindenképp azzá lehet tenni, spoiler alatt azzá is tették, ha játszatok, akkor tudjátok, hogy nagy, zseniális hangok vannak benne. Viszont azért az érdekes, hogy a Darkest Dungeon esetén nem egy utolsó lépés volt a hang, hanem a fejlesztés közben szinte már az elejétől egy fundamentális elem, és együtt tudott fejlődni a játékkal, és ez a fejlődés ez nagyon érződik rajta. Sokan, és most nem a zenéről beszélek, hanem a hangokat nagyon így prioritásban alacsonyan szokták kezelni, pedig a hangok nagyon fontosak ugyanolyan fontosak, mint a látvány, a történet, a mechanikák. Ez a szép a játék dizájnban, hogy nincs benne olyan terület, egy játék, nincs olyan játék ami ne lenne legalább annyira fontos, mint a másik. Mert hogyha az egyik rossz, akkor az gyakorlatilag elronthatja az egész játékot. Rossz grafika, rossz mechanikák, rossz történet, you name it. És a rossz hangok is el tudják cseszni teljesen a játékot. És akkor itt jött képbe a méltán elismert Wayne June, talán az ő nevét hallhattátok is, ismerős lehet, aki ismeri a Darkest dungeon -t. ő az a fantasztikus hangú narrátor, aki gyakorlatilag végig narrálja a játékot, és itt lépett be a képbe a Stuart Chatwood, aki a zenét komponálta. És hát ugye ismerjük a Darkest Dungeon zenét, vagy hát ha nem, akkor hallgassátok meg, fantasztikus. Ők mind a ketten egyébként nagy rajongói az ilyen sötét, gótikus világoknak, Lovecraftnak, Lovecraft, Lovecraft ilyen műveknek, filmeknek, játékoknak. És a Stuartnak, ugye a zeneszerzőnek van itt egy zseniális idézete, hogy egy zeneszerző akkor végzi jól a munkáját, ha nem veszed észre a zenét, hanem a háttérben marad, és szépen a háttérből köti össze a játék összes többi elemét. És ez nagyon igaz. Tehát persze nem arról van szó, hogy ne legyen emlékezetes a zene, néha ne ugorjon ki, és így, így érezt, hogy úristen, de jó ez a zene, az is nagyon fontos. De az, amikor a zene tényleg az atmoszférát adja át, és összeköti, különböző a vízióval párhuzamban épített komponenseket, legyen az a, a, ugye a hangdizájn, tehát a, a, tehát a hang is beépül a zenébe, akkor a játékmechanikák, a vizuális design, történet, stb. És erre egyébként rengeteg jó példa van. Ami a, a játékokról eddig beszéltem, ott szinte ez mindenhol működik. Tehát mondjuk a Battle Brothers... Mondjuk a Battle Brothers-et -ot ott a képernyő közepén az összeütközés, tehát az Impact-tel kapcsolatban is nem? mert ott is nagyon ilyen satisfying, hogy így egymásnak esnek a katonák, és hogy így lecsapsz egy fejet, bármilyen durvá hangzik. De ott is a zene annyira, annyira átadja a hangulatot. De akár a Lords of the Fallen-ben szubnautikában. Na, ja, szóval itt zseniális, és ez az idézet nagyon szépen megmutatja ezt. Na, és Wayne June-nal először csak a trailert csinálták meg, és hát amikor a trailert így megnézték, így hallották, akkor borítékolható volt, hogy kibővítik a szerepét az egész játékra. De belegondolok, akkor ez sem annyira egyértelmű. Persze vannak játékok, amiben vannak narrátorok, de a Darkest Dungeonben ez amúgy stílusilag annyira nem épül be, tehát hogy nem meghatároz. Ez egy RPG játék, ez egy taktikai RPG játék. Hogy jön ide, hogy valaki a háttérbe dumáljon neked? És mégis mennyire illeszkedik, ahogy így azt mondja a Vang hogy mikor egy odavágsz egy kritikált, és akkor. Yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Nyilván én nem tudom utánozni a hangját, de fú, mert ez zseniális, és ahogy ez a narrátor, ez a narrátori hang beépül, és így kommentálja gyakorlatilag a dolg dolgaidat, néha gúnyolódik veled, néha egy picit bíztat, <laughs> inkább gúnyolódik, meg inkább ilyen vészjósló dolgokat mond, mert az megy jobban a játékhoz, de zseniális. Szóval így a háttérben marad, de mégis nagyon hiányozna, hogyha ha nem lenne, mert rengeteget ad a hangulathoz, és hát így azzal is párhuzamban van, ahogy így a, az ilyen kéziratokat felolvassák az ilyen régi horror történeteket, találnak egy ilyen katulú szkriptet vagy ilyen történetet, és így felolvassák, és akkor retteg, és ah, nagyon jó. És hát az is nagyon fontos volt itt, hogy Chris az mint art director, tehát ő nem csak ugye a, a vizuális grafikáért felelt, tehát a vizuális dizájnért, hanem konkrétan az összes art direction tehát art director szerepében volt, és ő érti Lovecraftot. Nagy rajongó, és rengeteg művet elolvasott, filmeket látott, játékokat játszott, és érti. A abban is látszik, hogy ő írta a szövegeket, amiket Wayne June felmond. Ilyen arheikus 19. századi nyelvezet, ilyen kis Edgar Allan poe behatással. És ezt még Wayne June is megjegyezte, hogy ő elég sok Lovecraft anyagot felmondott, de azok a szövegek, amiket a Chris írt, azok zseniálisan illeszkednek ebbe a világba. A trailer kapcsán az is nagyon merész volt, hogy a trailereknek vannak írott szabályai. Ilyen, ilyen tanácsai, hogyha egy játéktrailer csinálsz. Repkedő feliratok, hogyha mondjuk hang nélkül nézik, minden hatodik másodpercben valami új feature kell mutatnod, stb. 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 De ők úgy voltak vele, hogy ez hülyeség. Ők inkább a saját útjukat járják. Ez az ő játékuk nem ilyen. Úgy fogalmaznak, hogy a Darkest Dungeon az nem egy feles, amit lehúzol, hanem egy konyak, egy bor, amit szépen lassan iszol, amit kiélvezel. És itt is fehérre megidézett től Inder there is the spirit of the game, but it's not trying to show you the game. It's trying to sort give you the imperfect look at the experience you're going to have. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a trailerben benne van a játék lelke, de nem a játékot akarja megmutatni, hanem egy ilyen kicsit tökéletlen, tehát nem tökéletes kóstolót akar neked adni az élményből, amit át fogsz élni. És itt az élmény van a középpontban. A lens of Emotion Experience, alapból a játékok maguk élmények. Vagyis hát a játék nem maga az élmény, a játékok játékmechanikák, amit a mechanikák tesznek, vagy a mechanikák összessége, komponensek összessége adja az élmény. És ez itt nagyon fontos, hogy a trailerrel a játék élményt akarták átadni, nem a játékot. Ez két különböző dolog. És hát jól sikerült, mert egyébként a trailer az ő hype is fenntartotta. Tehát beszélnek róla, hogy amikor egy kicsit fáradtan érezték magukat, vagy egy kicsit éppen hullámvölgybe voltak, akkor megnézték, akkor mindig felpumpálta őket. Na és hát milyen fogadtatás volt a trailernek? Nagyon jó volt, egyértelműen. És ez a hullámvölgyek és hegyek világában ez egyértelműen egy hegy volt. Rengeteg ötletüket validálta ez, tehát ugye a trailerben benne volt rengeteg ötletük, és validált ez, hogy jó úton járnak. És hát látták azt is, hogy ezért van ö, célcsoportjuk, lesz vásárlói bázisuk, úgyhogy készen álltak arra, hogy durván nekiüljenek a munkának, megvan az irány, már csak össze kell rakni. Na és hát visszatérve a pénzkérdésre, most jött, tehát a történetben elérkeztünk a Kickstarterhez. 75 ezer dollárt kértek, ami iszonyatosan alacsony. Nyilván, hogyha ismertek, vagy láttatok már Kickstarter kampányokat, főleg játékot, tehát egy társas játékért 3-400 ezeret szoktak kérni, nemhogy egy videójátékért. És hát úgy voltak vele, hogy oké, okay, 75 ezer dollár, ebből valamit tudnak csinálni, de bíztak benne, hogy több lesz. Nézték példának a Banner-szegát, vagy a Hyperlight light Driftert, ott olyan 700-800 ezer dollárokat szedtek össze, és sokat tanulmányozták őket. Elhangzik az, hogy Never Plan to be a hit. Tehát, hogy ne tervez arra, hogy egy átütő siker lesz a játékod, mert akkor biztos csalódás fog érni. Na, de hát egy kicsit a jövőbe ugorva, így tanulmányozták a ezeket a kickstartereket összerakták, és 24 óra alatt, ahogy elindult a kampány, 80 ezeret szedtek össze, és hát egy hónap után a végén 330 ezer dollár ütötte a markokat a Kingsta Kickstarter kampányból. Ez elég stresszes volt nekem, mert egy kicsit bizonyi, bizonytalanok voltak, hogy oké, okay, felment, mint az állt a pénz, de mi van, hogyha kihúzzák az emberek a pénzüket. És az is hozzátartozik a sztorihoz, hogy azért tudtak ennyire keveset kérni a kickstarterem, mert kértek kölcsön a Clay-től. És ahogy a clay már volt szó korábbi adásokban, ők is egy játékfejlesztő stúdió. Nekik köszönhetjük az Oxygen Not included a Don't Starve a Senket, zseniális játékokat, és hát ismerték a ceo és kértek tőlük pénzt. Viszont ezt a Kickstarter kampány után vissza is tudták fizetni. Na és hát nagyon meghatott őket, hogy, hogy ennyien fogalmazunk, hogy adakoznak a Kickstarteren, és már ekkor nagyon szerettek volna adni a közösségnek. Ezért Chris tartott egy csomó livestreamet így a twitch meg itt ott, és így beszélt az emberekkel, és így a Twitch-en rajzolt, meg grafikákat. És itt ezt nagyon fontos kiemelni, hogy közösségépítés. Ugye pont a, mondjuk most a DR Billions-os rész jut eszembe, ahol ugye ott voltak problémák a, a közösséggel való kommunikációval. Ez abszolút ellenpéldája, mind a, a rossz kommunikációnak. Tehát egy pozitív példa a Darkest Dungeon-ben, hogy már itt, mikor még nincs is játék, bevonod őket a játéknak ilyen szintű fejlesztésébe, hogy előttük rajzolod meg a grafikákat. Ez nagyon erős, tehát itt nagyon erős elkötelezettségeket lehet kiépíteni. Úgyhogy ezt mindenképpen érdemes megjegyezni. Na és ezután az volt a terv, hogy 18 hónapon belül befejezik a játékot a trélertől számítva. És eddig úgy tűnhet, hogy mindent nagyon királyú csinálnak, szerencsés, tehát szerencsés fordulatok, szerencsék érik őket, viszont itt van egy pont, amit a saját bevallásuk szerint, meg amúgy kívülről nézve objektíven is nagyon rosszul csináltak. Az az érdekes, hogy a játékból alig mutattak bárkinek bármit belőle, még a hozzátartozóiknak sem kb. Tehát gyakorlatilag semmi nem jutott ki a stúdióból. De ez nem azt jelenti, hogy hogy ilyen kis titkolózósak voltak, hanem még playtestereknek se. Tehát, hogy nulla playtesting volt. Ez onnan jut, hogy Tyler és Chris bevallása szerint ilyen kicsit túlérzékenyek. És csak akkor voltak hajlandóak bármit mutatni, ha már az valami nagyon megkapó, valami na nagyon nagy dolog. És ez nem jó. Ezt ők is elmondják, hogy ez nagyon nem jó hülyeség volt, mert csak szerencséjük volt. Playtesting az egy Fundamentális része a játékfejlesztésnek. Playt, beszélni fogunk erről majd a design blogba, de playtesting nélkül gyakorlatilag vak vagy. Vak vagy a bagokra, kisebbekre, nagyobbakra. Vak vagy a degenerate stratégiákra. Erről is fogunk majd beszélni. Playtest nagyon fontos. Styler úgy fogalmaz, hogy you really wanna get feedback early. Igen, hamar akarsz feedbacket. Nagyon hamar, mert nagyon sok döntésedben tud befolyásolni. Ez egy nagyon mély téma, hogy a feedbackeket, hogy kell kezelni, meg a playtestinget, ebből most nem fogunk részletesen belemenni, meg a design blogban sem, de fogadjuk el, hogy ilyet nem szabad csinálni. Szerencséjük is volt, meg hát azért az alap is jó volt, tehát már alapból volt, jó irányuk volt, de azért majd látni fogjátok, hogy a playtest hiánya miatt azért kijött egy-két probléma, ami elkerülhető lett volna. Na, de itt jön a képbe egy következő szereplő, Kier Myron, ő egy, és megint csak mondom, remélem jól lejtette a nevét, nem vagyok jó ezekbe, bocsánat, ő egy programozó, aki elkezdett dolgozni a Red Hooknál, így időközben, hogy fejlesztették a Darkest Dungeon-t. Saját bevallása szerint úgy látta, hogy ez a játék gyakorlatilag már kész van. Nem is értette, hogy mit keres ott, mert ez így 80%-ban kész van. Aztán utána, ahogy belenézett a kódban, akkor így rájött nagyon hamar, hogy hát ez nagyon nem így van. <laughs> refactoring, bosszok, az egyes részek összeköttetése, AI rendszerek, ezek még mind hiányoztak. A játéknak külön komponensei készek voltak, de nem voltak összegyúrva. Tehát kész voltak az, úgymond a nagyon szép prototípusok, MVP-k, de mint játék nem voltak még összeállítva. És hát ez is egy csalóka dolog. Tehát lehet, hogy egy játék kívülről nézve, ha megnézed egy adott részét, akkor már befejezetnek tűnik, hát ez egy játék, mert ott vannak a hangok, a végleges grafika, tök jól lehet benne lőni, stb., de attól az még nem lesz játék, ha nem áll össze egy koherens egészé. És ez egy érdekes rész volt ebből a szempontból, hogy érkezik egy programozó, egy külső ember egy ránéz, és így azt mondja, hogy ez gyakorlatilag be van fejezve. De hát vannak azok a részletek, amiket egy picit jobban belenézel, akkor látod, hogy van mit csinálni. Na és volt bennük mindig egy félelem, hogy, hogy tudnak-e majd szállítani Kickstarteren, amit így várnak tőlük az emberek. Tudok, hogy kiment a trailer, és nagyon jó volt a fogadtatása, de az az igazság, hogy nem nagyon playtesztelek, nem nagyon mutatták meg senkinek, és hát valljuk benne, elmaradtak a reality csekkek. És ez is, ezért is hiba volt ez, mert a designereknél egyébként egy ilyen általános probléma, főleg a kezdő designerekkel, vagy hát bizonyos designerekkel egész életükben, hogy egy egész karrierjük alatt, hogy nagyon félnek megmutatni a korai munkáikat. Ez egy természetes dolog, ez egy emberi természet, nem csak dizájnereknél, hanem hogy így félünk megmutatni a világnak. Na, ők ennek egy kicsit áldozatul estek. És ugye ez a bizonytalanság, ez egyre csak gyűlt bennük, és akkor ekkor jött a 2014-es Pax East, ami ugye egy expo, egy játék expo, ahol rengeteg indie játékot bemutatnak, és sikerült ledíelni, hogy legyen nekik ott egy szép nagy bútjuk, és akkor a játékból egy előre definiált party, tehát egy négyes hős csoport, amit nem nagyon tudtál variálni, volt kész, egy darab dungeon, pár harccal és kurióval. És hát ugye a Paxon egy ilyen, egy ilyen expón, az a lényeg, hogy kirakod a játékot, és bárki játszhat vele. Pár nappal a Pax előtt az egyik csapattag konkrétan kimondta azt, amit így mindannyian gondoltak, csak nem merték bedobni, hogy ezt nem kellene megmutatni, mert ebből balhé lesz. Egyszerűen ez nincs kész, egyszerűen szarul érzi magát, nem akarja kirakni emberek elé. És hát nagyon nehezen és remegő térdekkel, de elmentek, folyamatosan arról beszéltek, hogy oké, okay, hogyha totális bukta lesz, meg kiakad mindenki, nem tetszik majd az embereknek, akkor mit csináljanak, és ezen ötleteltek végig. És hát ezt így a, a, így a Darkest Dungeon sikere után, tehát hogy ismeritek a játékot, és ez így azután hallva, ez kicsit furcsának tűnhet, mert gyakorlatilag megvolt már minden a, a játékban, ami a Darkest Dungeon-t azzá tette, ami tehát az atmoszféra, harcok, effektek, és mégis féltek, hogy mit szólnak majd hozzá az emberek. És megint csak visszatérnék ugye playtestingre, meg a reality check hogy az emberben a bizonytalanság óvatosan, finoman el tudja ültetni a, így a magját, és, és szépen így ki tud csírázni. Tehát, hogyha ott ülsz a saját dizájnoddal, dolgozol rajta, és időről időről nem mutatod meg embereknek, nem szerzed meg azt a magabiztosságot, hogy kívülről is lássa valaki, hogy jó irányba haladsz, akkor itt tudsz kikötni, hogy van egy zseniális produktumod, és egyszerűen rettegsz megmutatni másoknak. Egyszerűen nem tudott megítélni a saját munkádat egy idő után. Ők azt hitték, hogy hogy ez egy semmi, és egy dolog, amit szarul kell érezniük magukat, és amivel majd így, így szégyenkezniük kell, és hát lehet, hogy ez pedig másoknak egy zseniális játék. Szerintem ki tudjátok találni, hogy, hogy, mi történt. Az első pillanattól kezdve minden a legnagyobb rendben ment, sőt az emberek imádták a Darkest dungeon -t. Így a, a az rengeteg ember özönlött oda, egy ilyen kifejezett tömeg volt, ami ugye még jobban hozzatta oda az embereket, és, és, baromi nagy volt az érdeklődés. Azt hitték, hogy ez egy ilyen kis csendes RPG játék, amit egyedül leülsz és játszol, és itt derült ki egy nagyon fontos dolog, hogy egy, hogy egy fantasztikus receptet találtak meg, egy receptet a drámára feszültségre. Ez abban látszott, hogy az emberek nem csak játszani akarták, hanem azt is élvezték, hogy nézik. Ha valaki játszott, és ki volt kötve a tévére, vagy játszott, és a képernyőn, ott álltak mögötte 10-15-an, ahol csak odafértek, és izgultak, és együtt örültek, vagy szentségeltek a játékossal, aki éppen játszott. És most ez a Twitch evidens lehet, hogy, hogy arról beszélek, hogy mit jó nézni, mit nem, de akkor még ez annyira nem volt letisztult, ez a vonal, hogy egy játékot nem csak játszani, hanem nézni is jó. És nyilván a twitch sel ez óriási ugrott, tehát olyan irányba is fejlesztenek már játékokat, hogy nézni lehessen jó. Tehát konkrétan ilyen, ilyen Twitch streamer játékokat is csinálnak. Ebből születtek például az ilyen Rage-gémek, mint nem tudom, most az Alt-F4-jut eszembe, vagy nem tudom mit mondjak, vagy a Jump King, meg ezek. Tehát ott, higgyétek el, nem a kihívás volt a középpontban, hogy te majd leülsz és magadba eljátszol a Jump King-el, nem, hanem az, hogy a Twitch streamereknek ez egy kihívás legyen. Na de visszatérve, a Darkest Dungeon-nek az óriási tétje, hogy mikor veszíted el a, a kedvenc emberedet, vagy a drámai pillanatai, azok pont ezt teszik. Jó nézni egyszerűen. Na és hát ez egy igazi playtest volt. Itt is rengeteg információt begyűjtöttek azon kívül, hogy egy reality check volt, hogy igenis menő a játékuk. És hát szerencséjük volt, nagyon nagy szerencséjük. Gyakorlatilag már egy éve fejlesztésben voltak, és itt a pecsis validálták a hipotézisüket. Ez nem túl szerencsés, nekik szerencséjük volt. Nagyon jó volt az alapjuk, de ilyen későn validálni nem tanácsos. Na, de hát kitalálhatjátok, hogy ez óriási lendületet és magabiztosságot adott nekik az Early Access időszak előtt, hogy oké, okay, van egy játékunk, amit el tudunk adni, amit tetszik az embereknek, tegyünk meg mindent, hogy a lehető leg legjobb formára hozzuk. És hát múlt az idő, és elkezdett sajnos erősen fogyni a pénz, és még nem annyira állt. elég, nagyon jó készültségben volt a játék, de látszott, hogy el fog fogyni a pénzük, és már magukat sem tudják eltartani. És hát elmentek egy kiadóhoz, és majdnem megállapodtak velük, de szerencsére csak majdnem. Azért csak majdnem, mert a feltételek túl későn és túl rosszak voltak. Fél millió dollárt kaptak volna, ami rengeteg problémát megoldott volna, viszont a 30%-os publishing deal lett volna. És ez egy ilyen majdnem kész játéknál az a 30% az azért erős. Úgyhogy hogy ezért ők már felépítették a hype-ot, akkor a marketingre nincs szükségük, az a publishing deal az azért a 30% az durva. És hát úgy voltak vele, hogy túl messzire jutottak túl vannak a legstresszesebb részeken, és most már nem adhatják fel, amit csináltak. Tehát így nem adhatják el ezt a 30%-ot, úgyhogy úgy döntöttek, hogy úgymond benyelik a békát, és úgy, ahogy van, feltolják Early access -re. És hát nehezen tudom elképzelni a feszültséget, de beszélnek róla a Chris és a Tyler, hogy az Early Access napján 10-30-kor sikerült feltölteni a Steamre, és jó sokáig nem kaptak infót arról, hogy, hogy mennyi az eladás. Azt látták, hogy már, már sokan letöltötték, és twitch játszanak vele, így tetszik nekik, meg jól érzem de nem tudták, hogy mennyit adtak el. És nagyjából egy óra, tehát 13 óra környékén jöttek az első eladási eredmények, amik egy ilyen torony magas oszlop volt a diagramon. Tehát óriási siker volt. Első héten lényegesen többet adtak el, mint amire az egész projekt élete során számítottak, de úgy, hogy még a DLC-ket is beleértik. Ezt nem, nem mondják, hogy pontosan mennyi, de nagyon sok. Tehát azért több százezer valószínűleg. Na, és hát egyértelmű, hogy egy picit megborultak, így pozitív értelembe. Ha nem is tudom átélni valamennyire, azért el tudom képzelni, hogy ez mennyire jó érzés lehet, hogy mekkora rohadt nagy kő esik le a szívükről. És hát ezért szeretem amúgy ezeket a történeteket, mert annyira megérdemlik. Tehát, hogy követnek el hibákat, de azok az emberek, akik megszólalnak ezen a dokumentumfilmen, annyira látszik, hogy őszinte normális, kedves emberek és alázatosak, és ezekben a pillanatokban érdelem azt, hogy annyira tudok nekik örülni, és hogy megérdemlik ezt a sikert. Na de viszont itt nem ér véget a történet, mert itt következik csak az igazán kemény meló, ugyanis elindul az early access. És itt van az, hogy így kb. mindenki leállt az effektív munkájával, a rajzolás, animáció, dizájn, bármi, tehát le kellett állni körülbelül 8 hétre. Ez azt jelenti, hogy support e-mailekre való reakció, Steam fórum bejegyzésekre való válasz, kezelni a bagokat, közösségi dolgok, stb. stb. Tehát azért ez elég kemény időszak, de azért egy ilyen siker adott nekik egy boostot, hogy, hogy ismét erőre kapjanak. De minden rendbe ment, tehát hogy javították a bagokat, a közösség nagyon örült, egyre többen vették, és hát tényleg imádta őket a közösség, jöttek a pecsek a tartalom, és megint a hegyen voltak a srácok. Szerették az early access-t, mármint a, Krisz és a Tyler, meg a fejlesztők, ugye a Red Hook, mert úgy voltak vele, hogy de király, kísérletezhetünk, akár még fundamentális dolgokkal is, és a közösségnek hát nem lesz baja vele, hiszen ők ezekkel a feltételekkel vették meg a játékot, mert hát early access van, nem? És hát nem. És ez egy igen nehéz példán tanulták, meg egy igen kemény példán. pedig Tyler úgy fogalmaz, hogy People love content in early access, people hate gameplay changes in early access. Tehát az emberek szeretik az új tartalmakat, de a fundamentális játékmenetbeli változásokat nagyon durván nem szeretik. Na ekkor jött a, a hírhet korps, azaz a teten fiaskó, aki kövégig követte a Darkest dungeon az életét, azok, azok ismerhetik, ugyanis ennek nagyon nagy hírverése volt. Na de mi volt ennek az alapja? Ugye a Darkest Dungeon-nek azért a harcrendszerre nagyon király. És az is volt, ekkor már megvoltak az alapok, sőt már elég, eléggé fejlett volt. Szóval elég jól ki volt találva, elég jól működött, de itt jött elő egy úgynevezett degenerate strategy. Fogam, tehát azt is magyarul azt mondani, hogy egy ilyen rontó stratégia. Erről majd fogunk beszélni a design blogban, de az a kontextus a történet szempontjából, hogy az ellenfelek csapatai, azok úgy vannak felépítve a szörnyek, hogy hátul állnak, az igazán veszélyes ellenfelek, és elől állnak azok, akik így kézi fegyverekkel ütnek titeket, meg így védik őket. Gyakorlatilag hátul állnak az igen, igen veszélyes stress dealer és rohadék ellenfelek. És azokat nem tudod megütni, azért mert az első vonalban védik őket. Hamar kijött a játékosok visszajelzései, meg egyébként a, a playtesting alatt, mert ez volt az első valódi playtesting, hogy kiadták Early Access-be, ahogy elkezd fogyni az első sor, ahogy így elkezded agyonverni az első sor, hamar odaérsz a hátsókhoz, a szörnyekhez, a hátsó sorban aktív szörnyek, az első sorokban már semmit nem érnek. Tehát gyakorlatilag addig tartott a harc, amíg agyon nem tudtad verni az első sorát a szörnyeknek. Ez azért nagyon fontos, mert már beszéltünk róla, hogy a Darkest dungeon a pozícionálás az egy központi mechanika, egy ilyen puzzle réteg, azaz praktikusan, hogy hol állnak az embereid, és természetesen az ellenségek is. És amint a hátsók előre kerülnek, nem tudnak varázsolni, tenni a dolgokat. Így a Degenerate Strategy az az volt, hogy egy olyan partit kellett építened, egy olyan csapatot a hősökből, ami így egy kör alatt anihilálta az el, a szörnyek első sorát. És a rendszer király volt, tehát a, a, a Darkest Dungeon eredeti harca, volt egy csomó menő támadás, amit csak a harmadik sorból, vagy a negyedikből, tehát a hátsó sorokból tudtál elsütni, azoknak meg volt a szerepe, de mind hiába mert a játékosok csak arra törekedtek, tudatosan vagy organikusan egy idő után, hogy a legböszmébb ilyen bunkó damage dealereket, a támadó egységeket berakják előre, és ledarálják az ellenségek első sorát, és akkor onnantól kezdve megnyertek minden csatát. És ez totálisan elvette a játékból az ilyen stratégiát, a drámát és az érdekes döntéseket. Na erről majd még beszélünk részletesebben a design blogban. Tehát ez, ez, csak egy harcrendszerrel kapcsolatos problémának tűnik, de az egész játék atmoszféráját, élményét elrontja. Mert ez egy nagyon egyszerű degenerate strategy, amit mindenki használni fog, és minden, amit felépítettek, ezért az hiába való. Na, és hát jött a megoldás. Azt találták ki, hogy ha megölsz egy szörnyet, akkor ott hagy, a, ahol meghalt a pozícióján egy holtestet, amit ugyan szét tudsz csapni, és nem sebez, mert a holttest miért sebezne, de egy blokkoló tényező. Tehát amint megölöd az első sort, még nem húzódnak automatikusan a hátsó szörnyek előre, ahol haszontalanak gyakorlatilag, de ebbe a holtesteken kell átszenvedned magad. Vagy hát ugye használnod kell azokat az eszközöket, amik a hőseidnél pont a hátsó lények ellen vannak. Tehát így ezzel megoldást nyert ez a, ez a Degenerate Strategy, és, és újra értelme mindennek, amit megalkottak. És ezzel kiiktatták. Kész volt a megoldás, csak hát visszautalva a játékosok nem szeretik az ilyen fundamentális változtatásokat a játékmenetben az történt, hogy a közösség igencsak felháborodott, ami végül is érthető. Most gondoljatok bele, hogy az fontos megérteni, hogy aki egy early access-re benevez, azok nincsenek azzal tisztában, hogy akkor hogy fognak reagálni, amikor már beleraknak 50-60 órát egy játékban, és abban így elég ügyesekké válnak, majd hirtelen jön egy változtatás, és fogják magukat a fejlesztők, és ezt elveszik tőlük. Tehát gyakorlatilag az az 50-60 órád nem ér semmit. Nem vagy mostantól kezdve egy profi a játékban, hanem újra kezdheted előről kitalálni, mert úgy megváltozott a játék, hogy a stratégiád most már semmit nem ér. Most így innen a karosszékből gondolhatnánk, hogy ez egy tök jó dolog, akkor újra friss lett a játék. De ezt általában nem így reagálják le a játékosok. És ez fontos. És hát gondolhatnátok, hogy oké, okay, nyafognak, kit De üzletileg ez a Red Hook végét is jelenthette volna, mert a Steam-en a közösség elárasztotta negatív értékeléssel a játékot, negatív kritikákkal, ugye nyomták a thumbs down-t, és nem tartott sokáig, hogy a sztorit felkapta a gaming média is. Olyan cikkeket írtak, olyan címekkel, hogy a csodás indie projekt, a Darkest Dungeon, ami példaértékű Kickstarter kampányával és Early Access menetelésével így belopta magát a játékosok szívébe, most végleg elbaszta. Nem figyeltek a közösségre, stb. Már ott tartottak, hogy lelépnek a pénzzel. Majd nem a Red Hook tartott hanem a cikkek tartottak, tartottak ott, hogy ilyeneket írtak, hogy, hogy kb. lelépnek a Kickstarter pénze, meg ilyenek. Tehát ugye, amit később, tehát amit a No Man's Sky-nál is rebesgettek, hogy ú, izé, hazudtak, aztán begyűjtik a pénzt és elhúznak. Na most, ha nektek ettől felfordul a gyomrotok, akkor nem csodálom, nekem is utálom ezt a mi volt át úgy így a médiának, és ugye a játék médiának is, hogy fél információk alapján így felköhögnek ilyen áli híreket a netre, és ez gyakorlatilag meg tud ölni egy ilyen stúdiót, akik ilyen szívvel lélekkel készítenek egy játékot, és tényleg jót akarnak. De hát ez van, sajnos ezek a szabályok, erre figyelni kell. És ez nem azt jelenti, hogy nem szabad fundamentális változtatásokat közölni Early Access-ben, hanem vissza kell térnem egy kicsit az elejére, playtestelni kell, és még Early Access előtt fel kell fedezni a strategic strategiket. Nem mindig van erre lehetőség, de itt most például lett volna rá. Tehát ezt meg lehetett volna találni. Na de visszatérve az, hogy hát Early Access erre neveztek be a játékosok. Hogy bármikor jöhet változás, fundamentális változás. Na erre mondja Tyler, hogy Justified is very different from reality. Az indokolt messze áll a valóságtól. Azaz, ne számíts arra, hogy az early access feltételei majd megmentenek ettől, mert az emberek nem a gondolkozásban jók ilyenkor, hanem abban, hogy hangosak és mérgesek legyenek. És hát nagyon tisztelmű őket azért, amit tettek, hogy nem visszakoztak. Ha a design úgy kívánja, ha a játékod úgy kívánja, meg kell tenni, amit meg kell tenni, és ők megtették. Bent hagyták ezt a játékban viszont kikapcsolhatóvá tették az opciók között, de ez nem azt jelenti, hogy ne ez lenne a default. Tehát defaultból be, van kapcsolva, be vannak kapcsolva a korpszok, a holtestek, ez a játékmechanika, mert ők így akarják, hogy játszd a játékodat, de ha ez téged nagyon zavar, akkor elmehetsz az optionsbe, és kikapcsolhatod. Tylernek ez, a, ez az időszak úgy nagyon-nagyon nehéz lehetett, mert pont e, Halt meg az édesapja. És még jött ez is. És ekkor volt az, hogy annyira kikészült, hogy szünetet kellett tartania. Érthető módon. Viszont ott volt, ugye, Chris, aki próbálta vinni a dolgokat, és ő, de amúgy közösen úgy döntöttek, hogy, és idézem, They have to hate us for a while, we enjoyed a lot of sunshine, we have to endure this beating. Tehát igazából úgy voltak vele, hogy megtették, amit meg tudnak tenni, nem változtatnak a dizájnon, és ez van, most egy darabig utálni fognak minket, nagyon sok pozitív fordulatért minket, most ezt, ezt ki kell bírnunk. És itt van egy fantasztikus idézet Krisztől, ami egy játékból egy tanulság, a pókerből, és ez igaz a játékfejlesztésre is, és ugyanúgy igaz az életre is. Amikor nem kapsz jó lapokat, akkor az a képességed, hogy minimalizálni tud a veszteségeket, fontosabb, mint az a képességet, hogy győzni tudj. És ez az életben is megjelenik, sok sikeres ember, akit így látunk kívülről, csillogás, stb. nem abban jó igazán, hogy nyernek, hanem abban jók, hogy minimalizálják a veszteségeiket, amikor az élet nem úgy dobja a lapokat, ahogy szeretnék. És ők is ezt tették. A dizájnnak is az egyik szépsége, hogy, hogy mit priorizálsz, és mit hagysz hátra. Ugye, mit, mit hagysz a vágószoba padlóján. Minden dizájn döntés egy kompromisszum is egyben. Na de egy érdekes statisztika ennek itt a végén, hogy a Red Hook ugye bevezette a kapcsolót, hogy kikapcsolhassd a tetemeket, és kiderült rövid és hosszú távon is, tehát egy hosszú távú statisztika eredményeként, hogy a játékosok 1%-a kapcsolja ki. Hát így működik a negatív hype. Felháborodik az egész közösséged, de egyébként amúgy senkit nem érdekel. 1% kapcsolta ki. Azért őket is megváltoztatta ez a történet, mert ekkor érkezett a csapatba egy dedikált community manager, és hát innen azért sokkal kevesebb teher volt a vállukon. Nagyon sok nyomást levet róluk. Na és hát a játék két év alatt készült el, és példaképp a hangdesign szinte teljesen kicserélődött ez idő alatt. Volt erők egyszerűen a kísérletezésre, és sokkal jobbak lettek a hangok. A játék fejlődés alatt sokkal jobban megértették a szörnyeket, és jobb hangokat tudtak nekik adni a fegyverek, a lecsapások hangja is jobb lett szinte visszhangoznak így a dohos dungeon falakon. geniálisak. És hát folyamatosan tolták a tartalmakat, az új karaktereket, tárgyakat, de az endgame-et, a játéknak a befejezését 1.0-ig, tehát ugye a early access végéig, amikor kiadják a teljes játékot, azt visszatartották, és ez nagyon jó döntésnek bizonyult. Ez azért jó döntés, mert azok számára is izgalmas lesz a láncs, akik így végig veled voltak. Tehát gondolj bele, követed a tartalmakat, tudom én, 400 három órát beleraktál játékon, mindig, amikor jön új frissítés, akkor visszamész játszani, és a végén, amikor kijön a láncs, na akkor fejezheted be először igazán a játékot, újra játszod még egyszer. Na és hát a játéknak a, a sztoria és annak a befejezése az páratlan lett. És nyilván most ezt nem fogom itt leszpoilerezni, de nem egy tipikus darab az egyszer biztos dizájn szempontból teljesen unortodox és eléggé különc, talán kicsit olyan értelemben ostoba, hogy túl bátor. Tehát ez, ez nagyon bátor húzás, de pont ezért gyönyörű. És bármennyire szeretnék és tudnék is beszélni róla, mint játékos és design szempontból is, nem fogok, mert ez egy nagyon major spoiler, érdemes higgyétek el, érdemes átélni. Tehát egyszer végigjátszani, akár a legkönnyebb fokozaton, ami szintén rohadt nehéz és átélni a játéknak a végét tényleg nagyon érdemes. Na, és hát ez már eléggé a történet vége, és a megjelenés közelébe bármennyire fáradtak voltak, azért a közeli cél motivációt adott nekik. És itt van egy nagyon jó idézet, még pedig az egyik programozótól, hogy The whole team bought into Chris and Tyler's vision. Erről is beszélni fogunk majd a design blogban, hogy mennyire jó vezetők ők. Hogy a, a kis kibővült csapat, akik köréjük szerveződtek. Tehát ketten kezdték, és 10 plusz fővel fejezték be. Mennyire hatása alatt volt a Chris és Tyler víziójának? Mennyire követték őket? Mennyire hittek bennük? Úgy fogalmaznak, hogy nem volt könnyű, de a kor koncept, a vízió végigvitte őket minden nehézségen és a nehézségek alatt éred be az igazán, tehát annak a gyümölcse, hogy, hogy volt egy erős alapjuk, amire építhetnek. És a játék azóta is virágzik, tehát nem 10 per 9, 100-ból 90 plusz pontos mindenhol díjakat nyert, stb. és referenciává vált, stílus teremtő jelenségével, mind így vizuális szempontból, mind pedig játékmechanikai szempontból. És erről beszélnek is a srácok, hogy ez nagyon jó érzés, de ugyanakkor félelmetes is, mert ezeknek a amúgy konkurens cégeknek már adott a koncepció egy ilyen ezüstálcán, aranytálcán, és mégis ugye versenytársak, de nyilván a Red Hook-nak is megvannak az ötletei, hogy hogyan fognak majd ugye versenyezni azokkal, akik a ő koncepcióikat használják lásd Darkest Dungeon 2, amiről majd beszélni fogunk, mert a felvétel pillanatában már egy-két hónapja, nem tudom most pontosan, de már kijött a Darkest Dungeon 2 is. És saját elmondásuk szerint amúgy nem számítottok erre a sikerre, így ez még jobb volt, még jobban esik. Tyler beszél arról, hogy a Rock Paper shotgun 50 legjobb RPG közé beválogatták őket, és szürreális látni, hogy a saját játékuk ott van azok között, amiken ők maguk is felnőttek. Itt a végén külön kiemelték még, hogy projekt szeretete nagyon fontos, mert az fog átlökni a nehéz időkön. Ez is triviálisnak tűnhet, de ebbe azért jóval mélyebb jelentés van. Fontos volt nagyon az is, hogy megfelelő, és egyébként remek szakembereket vettek fel. Tehát jók abban, hogy megtalálják ezeket a szakembereket, ami egy óriási skill. Tehát tényleg az, hogy megfelelő embereket tudsz felvenni, megtalálod őket. De hát menedzserek voltak, ők is tudták, mit csinálnak. Ez egy fontos tapasztalat. És Tyler mondja egy kicsit ilyen viccesen, hogy az az ideális, hogyha szétnézel az irodában, és azt látod, hogy itt mindenki tehetségesebb nálad, de ugyanakkor fel akar zárkozni. Ez az optimális. És amúgy ezt meg tudom érteni. Nagyon inspiráló, amikor olyan emberekkel vagy körülvéve, akiket, akikre felnézel, tiszteled őket, és olyan biztonságot ad, hogy látod, hogy milyen profik. És nyilván ilyenkor nem szabad ledobni az égszíjat, neked is fejlődnöd kell, fel kell zárkozni, inspirálódni kell általuk. Nyilván egyébként Krisznek és Tylernek a barátsága és partnerség és nagyon fontos szerepet játszott már a pozitív történetben az, hogy, hogy nyitottak, tudtak lenni egymás felé, megbíztak egymásban. És így rengeteg problémán így simán át tudtak lendülni. Hát ha nem is simán, de könnyebben, mint egyébként a probléma jelenleg -e engedte volna. Na és akkor ezt a történet blokkot két idézettel zárnám, mégpedig megint csak Tylertől és Krisztől ami úgy azért valamilyen szinten összefoglalja ezt a, ezt a történetet, és ez az a tanulság, amit ők elmondanak a végén. Erről is a design Blogban majd ezekről is beszélni fogunk, de most akkor hangozzanak tőlük ezek a remek tanácsok. Tehát, Krisztől mindenkinek vannak ötletei, és az ötletek tökéletesek, de amikor elkezded kivenni őket a képzeletedből, zajossá is tökéletlenné válnak. Amikor létrehozod, megteremted a valóságban, felruházod őket hibákkal, mert csak annyira lesz jó a valóságban, amennyire jóra te meg tudod csinálni. Ez a folyamat fel fogja fedni a gyengeségeidet, ami nagyon nehéz. És ahhoz, hogy ezen felül kerekedjünk, az egyetlen megoldás, hogy őszintén szeressük az ötletünket és a víziónkat. Rohadék egy játék a Darkest Dungeon, de szeretjük a világát, a mechanikáit, mindent. Vannak hibái, de szerettük annyira, hogy kivegyük a képzeletünkből, kódba írjuk, lepolírozzuk annyira, amennyire csak tudjuk. Az nem elég, hogy egy játékot szeretnénk csinálni, amit élveztünk gyerekként. Ez nem elég, hogy fenntartson, amikor elborulnak a dolgok. Ez egy remek idézet. Szerintem nagyon tanulságos, nekem nagyon tetszik. Őszintén kell szeretni az ötletünket és a víziónkat. Ez tényleg nagyon fontos. Na, és akkor Tyler, aki a saját idézetével egyébként remekül kiegészíti a Krisznek az idézetét. Tehát nagyon könnyű ragaszkodni a vízióhoz, amikor minden jól megy, de lesznek rossz idők, amiket keményen próbára teszik majd. Rengeteg anyag van mostanság, főleg a vállalkozói körökből, hogy pivotolj. Válts irányt, ha valami nem megy, pivot. Ha nem működik, akkor ne félj totálisan irányt váltani. Mi nem ezt képviseljük a Red hanem azt, hogy tölts el extra időt azzal, hogy tényleg részletesen végig gondold a víziót, és aztán ragaszkodj hozzá a végsőkig. És még így a végén viccesen megjegyzi, hogy de azért vicces lenne, hogy a Darkest Dungeon 2 kapcsán leülünk egy interjúra, és akkor pont azt mondom, mint tanulság, hogy ne félj 180 fokos fordulatot venni, amikor szarul mennek a dolgok. Hát igen, szerintem úgy ez is egy jó tanács, bár én egy picit tehát ragaszkodni kell a vízióhoz, ez tény, de azért gyakorolni kell egy kis nyitottságot. Tehát bármi előfordulhat. Ha egy nagyon jól kitalált víziód van, akkor is arra egyik reality csekken kiderülhet, hogy fundamentális részei hibásak, vagy egyszerű, egyszerűen egyszer nem adnak annyi értéket, mint amit elképzeltél. Most erre példának tudnám hozni a szubnautikának az alappilléreit, ahol például a multiplayer az full kuka lett, meg a különböző moduláris elemekből össze legózható hajók is. Ez mind a kettő az alappillérek között volt, és hát teljesen kikerültek. Viszont, hogyha erőltették volna, akkor lehet, hogy a szubnautika ma egy rosszabb játék lenne. Na, de hát ez volt a történet, és uh, virek nem foglaljuk most össze konklúziókkal, ugyanis most jön a design block, ahol a történetnek bizonyos játék design szempontból fontos részeihez most visszamegyünk, és kifejtjük őket. De mielőtt ehhez hozzákezdenénk, annyit még ismét hozzátennék, hogy én nagyon szeretem ezt a történetet. Számomra nagyon motiváló nagyon jó embereknek tartom a Krista tyler és az összes kollégát, összes embert, akikről beszéltünk. Nagyon alázatosan beszélnek, nagyon kedvesek, és egyszerűen megérdemlik a sikert. És amikor a Darkest Dungeon 2 kijött, akkor az egyik Twitch streamer, az Admiral Bahru, konkrétan a Kriszt és a Tyler-t elhívta egy interjúra, és élőben néztem, ahogy beszélget velük. És hát annyira jó volt látni őket. Látszott rajtuk, hogy rohadt fáradtak, mert ak akkor volt ugye az Early Access Release a Darkest de csillogott a szemük, élvezik, amit csinálnak, és annyira jó dolgokat mondtak. Jó fejek viccelődnek, kedvesek. És valamilyen szinten egy, egy ilyen példaképet jelentenek számomra a játék is, a minősége, a az átgondoltsága, és egyébként maguk az emberek is. Úgyhogy ismét nagyon jó ez a történet, nagyon szeretem, nagyon tanulságos, remélem nektek is, meg hogy tetszett, és hát kívánok nekik nagyon-nagyon sok sikert, követni fogom őket, nagyon nagy királyság a Darkest Dungeon 2 is, imádom az új irányát, majd erről is beszélni fogunk, de de sok sikert nekik, és hát térjünk is át a design blokkra, nézzük meg, hogy mit tanulhatunk ebből a történetből. Kezdjük már is egy olyannal, amire rengeteg példa van a játékdesign, játékfejlesztés játékiparon belül, és természetesen említést tettünk róla a Darkest Dungeon történetében is, és ez nem más, mint a szerencsés véletlenek, legalábbis én így hívom. Angol nevén, vagy hivatalos nevén a Serendipity, amit magyarul serénységnek fordítanak, de tulajdonképpen a Serendipity-re, ha azt mondjuk, hogy szerencsés véletlenek, az egy kicsit félrevezetjük magunkat. Majd mindjárt látjuk, hogy miért. Elkezdjünk ráhangolódni a Serendipity jelentésére, álljon itt egy idézet ami így szól, hogy vannak ismert ismertek. Ezek azok a dolgok, amikről tudjuk, hogy tudjuk. Azt is tudjuk, hogy vannak ismert ismeretlenek. Ezek azok a dolgok, amiről tudjuk, hogy nem tudjuk. De ugyanakkor léteznek ismeretlen ismeretlenek is. Ezek azok a dolgok, amikről nem tudjuk, hogy nem tudjuk. Ez az idézet azért nagyon jó bemelegítés a szerendipitihez, mert a játék dizájnban rengeteg ismeretlennel bizonytalansággal találkozunk. Egy egyszerű kérdés is egy ismeretlen, hogy vajon a játékosok meg fogják-e találni azt az utat, amit szántunk nekik. És természetesen ezek a kérdések ismeretlenek lemehetnek a legapróbb nüanszokig is. Ezek ugye ismert ismeretlenek. Viszont ugyanakkor vannak ismeretlen ismeretlenek, tehát rengeteg olyan dolog van, amiről egyszer nem tudjuk, hogy nem tudjuk. És ahogy említettem, rengeteg példa van a játékiparban erre, hogy a, egy játékfejlesztése során a legtöbb igazán fontos dolog ismeretlen ismeretlenekből származtatható. És ugye a Szerendit Péti kapcsán itt szerencsés véletlenekről beszélünk, de ezek az ismeretlen ismeretlenek nem minden esetben pozitívak, sőt, ismeretlen ismeretlen az is, amikor egy teszter talál egy óriási hibát. Nem tudtuk, hogy benne van, de megtaláltak, és hát van lehetőségünk kiavítani, Szerencső, hogy megtalálta, de amíg nem találták meg, az egy ismeretlen ismeretlen volt. És akár tragédiába is torkolhatott volna, hogyha azt a játékosok találják, meg nem a teszterek. Ugye, ha visszagondoltok, valamilyen szinten ilyen volt az a degenerate strategy, ami a Darkest dungeon -nek a harcrendszerébe volt. Na, de minket nem ezek érdekelnek most igazán, hanem a serendipity, amik olyan ismeretlen ismeretlenek, amiket ha felfedezünk, akkor hozzáadnak a játékhoz. Sőt, akár teljesen meg is határozhatják azt. Mondok erre néhány viszonylag híres példát. Aki ismeri a Bajosok sorozatot, az nyilván ismeri a Big Daddy karaktert. Ugye ezek a hatalmas búvárruhás szörnyek, mondjuk őket szörnynek, és mindig mellettük van egy kislány. És ez a páros, ez a Big Daddy Little Sister páros, gyakorlatilag évei vált a Bajosoknak, de ez nem volt mindig így. Ez Te két teljesen különböző karakter volt, viszont egy playtest során egymás mellé kerültek, és az adott teszter kifejezte, hogy ez mennyire zseniális a játékban ez a apa-lánya, apa figura, lány kapcsolat egy ilyen óriási gólemszerű karakter és a kislány között. Na és amikor ezt észrevették, akkor egyértelmű volt, hogy egymás mellé kell tenni, és hát védjegyévé vált gyakorlatilag a bájosoknak ez a páros. Másik példa az, hogy amikor a Sims, The Sims még csak, megint csak egy óriási játéksorozat, ami még csak koncepcionális szinten létezett, akkor úgy volt elképzelő, hogy ez egy házépítős játék lett. Viszont ilyen damiként raktak bele karaktereket is. És azt vették észre, hogy amikor a teszterek elkezdenek házat építeni, jobban élvezik, sőt jobban érdeklődnek a karakterek iránt, mint a házépítés rend. És akkor elkezdték fejleszgetni ezeket a damikat, és hát szépen organikusan jött, hogy lehet, hogy nem is a házépítésre kéne fókuszálni, hanem magukra a karakterekre. És hát így jött létre a Sims. De például a portálból jól ismert Gladosnak a hangja, és így született, hogy gyakorlatilag egy ilyen placeholder robot hang, egy ilyen fogalmazunk, hogy Windows felolvasó robot hang volt ott, és ez nagyon tetszett a játékosunknak, és hát egyértelmű volt, hogy ezt így ott kell hagyni. Vagy hát ezt, ezt az irányt kell tovább vinni mert ez többet ad az élményhez. Na, de a Darkest Dungeon esetében is beszéltünk erről, hogy az automatikus sétálás a dungeonben valamiért olyan offnak érez, rossznak érezték a tesztelés során, és csak az az egy apróság, hogy hozzáadnak egy interakciót, hogy egy gombbal előre lehetett menni, teljesen új fényben mutatta meg azt a, azt a játékelemet, hogy a karaktereit haladnak egyik szobából a másikba. És most el se tudnánk képzelni a nélkül a játékot, ez egy nagyon fontos része. És azért mondtam, hogy ezek vé végül is nem szerencsés véletlenek, mert ezek a felfedezések a design közben, ezek nem feltétlenül csak a szerencsétől függnek. És ide kapcsolódik szorosan egy másik téma, a túltervezés, amiben most nem feltétlenül akarok belemenni mélyen, de hogyha valakik például túltervezők, tehát egy megterveznek gyakorlatilag mindent, akkor nagy valószínűséggel ezeket a szerendipiti felfedezéseket, ezeket bukni fogják, tehát nem fogják látni őket. Mert ehhez nyitottság kell, egy ilyen igazi, vizsgálódó, kíváncsi attitűd és adaptálódás. Ebből adódik össze. Tehát, hogy legyünk kíváncsiak és nyitottak, teszteljünk, prototipizáljunk, és hogyha látjuk, hogy itt valami van, akkor azt építsük meg, próbáljuk ki, és hogyha jó, akkor adaptálódjunk, akár változtassunk meg igen fundamentális részeket is a játékban, hogy adaptálódni tudjunk ehhez a szerencsés fordulathoz, ehhez a felfedezéshez. És a serendipity azért nagyon fontos, mert a játékdesign az nem csak egy olyan folyamat, egy ilyen alkotói folyamat, hogy ahogy Chris Remekül megfogalmazta, hogy kivesszük a fejünkből a koncepciót, és azt megvalósítjuk, hanem ez egy vizsgáló, felfedező és adaptálódó folyamat is egyben tervezni kell. Természetesen kell egy terv, kell egy vízió, egy alapkoncepció, és kellenek tervek, azt át kell beszélni, de ugyanakkor nem szabad foggal körömmel kapaszkodni a tervekbe, meg egyszerűen lekorlátozni magunkat a terveink által, mert akkor ezeket a szerencsés felfedezéseket nem fogjuk észrevenni. Ugye a túltervezés, az overplanning az rengeteg más területet is érint. Majd beszélni fogunk ugye a függőségi mátrixról, a dependency stackről. ott is a túltervezés az gyakorlatilag egy halom kidobott munka, hogy a dependency stack nélkül függőségek ismerete nélkül mindent megtervezünk. De szerintem, hogy arról van szó, hogy ne tervezzünk túl, hanem hogy legyen egy alapkoncepció, és inkább felfedezzünk és iteráljunk, akkor szerintem a szerendi az, ami a legfontosabb, és az a komponense a játékdizájnból, amiből igazán egyedi és igazán maradandó dolgok tudnak születni. Azok a játékok, amikre még ma is emlékszünk, és referenciaként vonulnak be a történelembe iskola példaként, azokba általában, ha utána nézünk, nem egy, nem kettő, hanem nagyon sok ilyen szerendipiti felfedezés van. És ezeknek a játékoknak a legjobb részei ilyen felfedezésekből születtek. Erről még rengeteget lehetne beszélni, imádom ezt a témát, és nem csak játék dizájnban, hanem az életben is, hogy ez a serendipity hogy jelenik meg, de elő fog még kerülni a későbbi részekben, úgyhogy majd bővülni fog ez a téma. De most legyen elég annyi, hogy a serendipity nagyon fontos a játék dizájnban, és konkrétan meghatározó core feature vagy éppen hatalmas nagy, szinte megoldhatatlannak tűnő problémákra egyszerű megoldást tudnak nekünk adni, ezek a felfedezések. És ezek a szerendipiti fedezések az ismeretlen ismeretlenekbe vannak becsomagolva, és ahhoz, hogy ezekre rátaláljunk, ahhoz kíváncsiság kell, nyitottság kell, és utána meg tudnunk kell elengedni, azaz tudnunk kell adaptálódni. Na lépjünk is tovább a következőre, a következő témánkra, ami az iterációk hosszúság és az iterációs intervallum a projekt során. Ugye az iterációnak a fogalmával és egy projektben a jelentőségével már tisztában vagyunk. Egy fejlesztési projektben a klasszikus módszer, ugye, amit szoftverfejlesztésben waterfallként ismerünk, meg szerintem nem csak szoftverfejlesztésben, hanem más termékfejlesztésben is létezik ez a fogalom. Ugye az úgy néz ki, hogy tervezünk, fejlesztünk, tehát megépítjük és tesztelünk. Az iteráció ugye az annyiban különbözik, hogy nem egy lineáris vonalban végezzük a fejlesztést, hanem ciklusokban. Tehát tervezünk, építünk, tesztelünk, ez alapján tanulunk, és ennek megfelelően átalakítjuk a tervünket, vagy bizonyos részét, újra megépítjük, újra tesztelünk, új dolgokat tanulunk, és így tovább. Ennek ugye az a nagy előnye, hogy nem kell annyira a jövőbe látnunk. És most a teljeségigénye nélkül egyébként a világ már rájött arra, hogy az iteratív módszer jobb termékekhez vezet. Természetesen minden fejlesztési projekt más, de ennek az az alapja, hogy Egyszerűen rájöttek arra az emberek, hogy nem lehet a jövőbe látni. Tehát nem tudsz egyszerűen mindent látni. És sokkal egyszerűbb egy koncepcionális, sokkal durvább tervelel indulni, és ezt szépen iteratívan fejleszteni, nem pedig azt mondani, hogy megtervezünk mindent az elején, és ezt fejlesztjük meg. Nyilván erre tart a világ, és erre rengeteg példa van, de a játékfejlesztés az kifejezetten egy olyan terület, ahol az iteráció elengedhetetlen, és már régen is elengedhetetlen volt. Természetesen a játékiparban is sok a túltervezés, és gyakorlatilag a klasszikus módszer is, de, de a játék már régóta tudják, hogy a termékfejlesztési projektek közül talán a játékfejlesztésben a legtöbb a bizonytalanság. Praktikusan nagyon sok olyan mechanika van, amit egyszerűen látnunk kell mozgás közben. Éreznünk kell, hogy, hogy, in, hogy az interakció... Hogyan elevenedik meg a képernyőn. És addig ezt a bizonytalanságot nem tudjuk feloldani, amíg nem látjuk. És ezért az iteráció a játékiparban azért már sokkal hamarabb egy nagyon fontos elem lett. Viszont most nem csupán az iterációról beszélünk, hanem az iterációs intervallumról, vagy a tervezési horizontról. Ez a két dolog összefügg. Nem ugyanaz, de összefügg. Az iterációs intervallum azt jelenti, hogy milyen hosszú egy iteráció, ez sok mindentől függ, de leginkább a bizonytalanságtól és ha már bizonytalanságtól függés, a tervezési horizont is a bizonytalanságtól függ. A tervezési horizont az pedig azt jelenti, hogy mennyire tervezünk a jövőbe. Na most ha belegondoltok, egy projekt elején még rengeteg a bizonytalanság. Ez azt jelenti, hogy például a Darkest Dungeon esetén is adott volt egy jól kigondolt koncepció, egy vízió, viszont a játékmechanikai elemek még egyáltalán nem voltak készen. És ott, ha emlékeztek, arról beszéltünk, hogy ugye a szerepjátékos és társasjátékos gyökerek miatt ők egy ilyen top-down RPG-t kezdtek el tervezni. És ugye ezt ott elkezdtek iterálni ezen az ötleten. Rengeteg iterációjuk volt. Próbálták izometrikusan, próbálták felülnézetből. Aztán szépen lassan rájöttek arra az iterációk során, hogy ez nem fog működni, mert nem kapják meg azt az érzést, ezt a klaustrofóbiát, ezt a félelmet. Azért, mert felülnézed, egy felülnézetben vagy, egy Isten vagy, és rálátsz a karaktereidre, és úgy nem tudsz velük azonosulni. Te, mint játékos, nem érzed magad veszélybe. Lehet, hogy a karaktereid, akiket építesz, Azokat sajnálni fogod, hogy ott meghalnak, de a fájdalmukat annyira nem fogod érezni, meg a szenvedésüket. Ezért vitték le melléjük a kamerát. És ez a két fogalom, az iterációs intervallum és a tervezési horizont úgy csatlakozik ide, hogy egy projekt elején még ugye sokkal több a bizonytalanság, ezáltal a tervezési horizontunk is sokkal rövidebb. Ez azt jelenti gyakorlatban, hogy teljesen felesleges a top-down verziójára, a Darkest dungeon megtervezni egy csomó mindent, amikor még fogalmunk sincs, hogy ez -e az irányunk. Ugye ez is szól az overplanning ellen, hogy a játékiparban, a játékfejlesztési projektuson annyi a bizonytalanság, hogy teljesen felesleges egy ötödik rétegű mechanikát megtervezni, sőt még számadatokat odaírni, mert lehet, hogy fundamentálisan meg fog változni már az első rétegben a játék, és kuka az egész. Tehát egy projekt élete során az elején a tervezési horizont nagyon rövid, szinte nincs is tervezés, hanem egyszerűen csak kitaláltok valamit, és rögtön megépítitek és tesztelitek, és ezáltal az iterációs ciklus, az iterációs intervallum is sokkal rövidebb. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a projekt elején a tervezési, ugye beszéltünk róla a tervezési horizont, tervezési igény kicsi, vagy szinte nincs is, a fejlesztési igény is pici, és a tesztelési igény is pici. Viszont akkor fordítsuk meg a dolgot, mi van a projekt vége felé. Ugye, hogy a Darkest Dungeon-t megnézitek, mert kitalálták a főmechanikákat, gyakorlatilag már ott volt a grafika, meg minden, és csinálnak egy DLC-t, vagy már kiadták az 1.0-et, és most egy DLC-t csinálnak. Tudják, hogy nem fognak változtatni az alapharc rendszeren, ahogy a dungeon felfedezed, a karaktereken, többi lehet, hogy hozzáadnak. Na itt, mondjuk egy DLC fejlesztésénél, vagy nagyon végén az Early access ugye tervezési horizont sokkal hosszabb, tehát jóval előre tervezhetünk, és egyébként az iterációs ciklusok is hosszabbak lehetnek. Azáltal, hogy ugye a tervezés is hosszabb, azoknak a megépítése is hosszabb, és a tesztelése is hosszabb. És ezt miért engedhetjük meg magunknak? Azért, mert a bizonytalanság már sokkal kisebb. Tehát itt van egy fordított arány, a bizonytalanság mértéke, az iterációs intervallum hossza és a tervezési horizont távolsága között. Szóval már kialakultak a Darkest Dungeon-nek a legfontosabb játékmechanika elemei, meg lettek építve, tesztelve lettek, vagy hát tudjuk, hogy az ő esetükben nagyon sokáig nem volt play tesztelve, de hát szerencséjük volt. A Paxon letesztelték nekik rendesen, és utána már azért ezek megnyúltak. Tehát jobban a jövőbe lehetett tervezni, és az iterációs intervallumok is hosszabbak lehettek. Mert sokkal alacsonyabb volt a bizonytalanság, validálva lettek az ötleteik. Tehát összefoglalva, itt van egy érdekes arány. A projekt elején, ahol nagy a bizonytalanság, ott még rövidek az iterációs ciklusok, és nem érdemes a jövőben nagyon nézni, tervezni, aztán később, amikor már validálva vannak, le vannak tesztelve ezek a mechanikák, amiket építünk, akkor már az iterációs ciklusok is hosszabbak lehetnek, és egyébként a tervezési horizont is megnyúlhat. Na de ide kapcsolódóan, ugye, hogy a top-down nézettől Chris és Tyler nem kapta meg azt az érzést, amit adni akartak. Folytassuk a Lens of Emotion-nel. Ugye, ahogy beszéltünk róla, ez Jesse Schnellnek a nagyszerű The Art of Game Design című könyvéből származik, ezek a lencsék, és a Lens of Emotion is, és ugye a Szugnautika kapcsán is beszéltünk erről. Egyébként itt van előttem ez a nagyszerű könyv, 600 oldal, <laughs> masszív olvasmány lesz. Úgy nagyjából az egyötödét már elolvastam, de újra szeretném olvasni, mert az régen volt, de most itt van előttem, és belenézhetek a Lens of Emotion kapcsán. Na és az előbb ugye arról is beszéltünk, hogy felülnézetből, ez a felülnézet egy tipikusan úgy érzed, hogy Isten vagy, tehát Istenek halhatatlanok, nem kell félniük semmitől, nem árthatnak neked. És a Darkest Dungeon kapcsán fontosnak tartották, hogy a játékos ugyanolyan sebezhetőnek érezze magát, mint maguk a hősök. És ugye már arról is beszéltünk, hogy itt egy nagyon bagatelnek tűnő, triviálisnak tűnő vizuális trükköt vetettek be, de ha belegondoltok, zseniális. Egyrészt ugye megnövelték a hősöknek a sprájtjait, és teljes testükben mutatták őket. Mert ez eleinte nem így volt. Eleinte csak deréktól fölfelé láttad őket. Valamint az első iterációkban, a prototípusokban, amikor már levitték hozzájuk a kamerát, akkor még a képernyő alján voltak, és a képernyő tetején volt, közepén és tetején a felfedezés. Na, ezt megváltoztatták teljesen, kicserélték, tehát a hősök kerültek gyakorlatilag a képernyő közepére és tetejére, ők töltik ki a legnagyobb teret, és a hátterek mindig sötétek, meg kevésbé érdekesek, hogy a hősök tűnjenek, tényleg mindig ők legyenek az arcodba. És ugye a felfedezést magát azt meg így levitték így alulra az, a, az interfészen. Szóval tényleg a hősök kerültek a középpontba, és ez kifizetődő is volt. Hiszen megkapták ezt, a, ezt az érzést, tudták kommunikálni azt, hogy mennyire sérülékenyek ezek a kis kalandorok, és ugye általuk te magad is. Nyilván, hogyha abba gondolunk bele, hogy mennyire, tehát mi az a nézet, ami, ami a legimmerzívebb ilyen szempontból, az egy FPS nézet, de nyilván azt nem adhattak neki ez volt gyakorlatilag a legjobb megoldás arra, hogy, hogy fókuszba helyezzék őket. Na, de itt most nálunk fókuszban az érzelmek vannak, ugye az emotion. És ők már kitalálták a vízióban azt, hogy kommunikálni akarják ezt az érzést, és ehhez megfelelően választották ugye a, viz a vizuális prezentációt. És ennek kapcsán, ugye ők nem feltétlenül a Jesse Snellnek a, a lencséjét alkalmazták, de tulajdonképpen ez egy általános elf, hogy az érzelemből indultak ki. És ez az érzelmi lencse kapcsán álljon itt ismét egy idézet. Tehát az emberek elfelejtik, amit mondasz, de amit éreztek, az nem felejtik el. Szó elszáll, érzés megmarad. És az Art of Game Designban az, hogy hogyan alkalmazunk egy lencsét, ez kérdésekkel van leírva. Milyen kérdéseket tegyünk fel magunknak, amikor az adott lencsét alkalmazzuk. Milyen érzést akarok, hogy megtapasztaljon a játékos, és miért? Ugye ezek nagyon fontos kérdések, és az, hogy miért, az gyakorlatilag megteremti a kapcsolatot a víziónkkal. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy egy adott részen azon kell elgondolkozni, hogy ha, igen, ha, itt azt akarom, hogy összeszarja magát. Nem, hanem, hogy ez, ez miért? Tehát mi ennek a szerepe az egész koncepcióban, és mi a kapcsolata a vízióhoz? Milyen érzéseket élnek át a játékosok a mostban, amikor éppen Játsszák a játékunkat, és miért? Ugye ez leginkább a playtestinghez kapcsolódik, amikor kipróbáljuk azt, hogy tudunk-e kommunikálni egy érzést, vagy éppen ugye a szerendipiti kapcsán felfedezünk valamit, hogy itt, itt valami különleges dolgot sikerül megvalósítani, amit nem biztos, hogy akartunk, de itt valamit a játékosok éreznek, és itt ismét a miért egy nagyon fontos kérdés. Mert ez az a kíváncsiság, amire szükségünk van a szerendipiti kapcsán is. És végül, hogy hogyan tudom feloldani azt a problémát, hogyan tudok hidat építeni a probléma fölé, hogy valahogy most a játékosok érzik magukat, nem úgy, ahogy terveztem, és a közé, ahogy én akarom, hogy érezzék magukat az élmény közben, a játékjátszása közben. És én egyébként, tehát itt nincs odaírva, hogy miért, de én azért én itt feltenném azt a kérdést, hogy miért. Tehát, hogy. Talán nem is ezt a legjobb megkérdezem miért, hanem hogy akarom-e. Mert ha például ez egy szerendipiti felfedezés, akkor biztos, hogy akarom, hogy a terv szerint érezzék magukat, vagy éppen meg akarom hagyni ezt az érzést. Ha most a bájosokra gondolok, akkor a Big Daddy Little Sister kapcsán ezt a apalánya élményt akarom erősíteni, vagy inkább ezt hagyjuk, felejtsük el, és inkább legyen a, a Big Daddy az egy nagy beszarató gólem, a kislány, meg valami más. Nem mindig az a válasz, hogy térjünk vissza a tervekhez. De erről már beszéltünk. Szóval az érzelmi lencse nagyon fontos, és szorosan kapcsolódik a vízióhoz. Hiszen a játék azok mechanikák összesség, amik megteremtik az élményt. És az élményt az érzelmek teremtik. Tehát innen is látszik, hogy mennyire fontos alapvető eleme az érzelem. Nem hiába van az, hogy the art of game designban az első, a leges-legelső és első helyen álló lencse az érzelmi lencse. Na és talán arról is tettünk említést, hogy ezt a nézetet egyébként egy brainstorm alatt találták ki a srácok, valamelyik ők lakásán voltak, és akkor így, tudod, mit csinálhatnánk, hogy így, így egymással szembe vannak a képernyő közben, és így összeütköznek. Na és hát ezt papíron rajzolták le, és már gyakorlatilag ott prototipizálták, hogy milyen lenne ez, és így később letesztelték. Iterálták, és így született meg a jelenlegi állapot. És ennek megfelelően lépjünk is tovább a következő témára, ami a brainstorm és a kommunikáció. Ugye a brainstormot nem kell bemutatni. Ugye az az, amikor összeülünk és ötleteket dobálunk. És már a, a top-down nézet, meg ugye a társas játékszerű első Darkest Dungeon verziók kapcsán beszéltünk arról, hogy ahogy a Krisz fogalmazott, először a rossz ötleteidet kell így kiventillálnod magadból. És erre rengeteg módszer van a UX designban. Workshopok, -ok, ahol amik kb van, hogy exkluzívan azt célozzák, hogy az emberek kiventillálhassák az egyértelmű és amúgy szar ötleteiket, aztán megéljék azt a, fogalmazzunk úgy kicsiben kiégést, hogy egyszerűen üres a fejük, aztán hirtelen elindulnak, jönnek mélyről, az összefüggésekből, és akár a a az őrültebb részéről az agyunknak a furcsább, nem furcsább ötletek, amiben aztán ott szépen megtalálhatjuk azt az irányt, amerre el szeretnénk indulni, vagy a ami, ami izgalmas és, és adhat nekünk egy remek irányt. És ezt nem szabad lebecsülni, meg nem, nem szabad, hogy megzavarja mink minket, hogy ez triviális. A Darkest Dungeon kapcsán is rengeteg ötlet ilyen közös beszélgetésekből jött. Az alap vízió onnan jött, hogy beszélgetek erről a témáról, hogy hősök, és hogy amúgy kalandornak lenni lehet, nem is olyan jó. Jegyzeteltek, ötleteltek, és ebből lett a Darkest Dungeon. Ilyen dolgok tudnak itt születni. És ahogy Kriszt is mondta, hogy az ötletek olcsók. Ötletei mindenkinek vannak, de azokat megvalósítani nehéz. Viszont ki lehet használni, hogy sok ötletünk van. Vessük őket papírra, nézzük őket, kombináljuk őket. Ventiláljuk ki a rossz ötleteinket, szedjük elő a jó ötleteinket. Őrült ötleteinket. És ezt a projekt bármelyik részénél lehet használni. Leülünk, elkezdünk beszélgetni. Nem baj, hogyha egyáltalán nincs ötletünk. Bármiről leszünk bejuthat valami, ami később egyébként egy Darkest Dungeon méretű projektben is manifestálódhat. És a kommunikáció. Én nagy rajongója vagyok a kommunikációnak. Megint csak egy triviális dolog, hiszen azt hiszük, hogy a kommunikáció beszédet jelent. De nem. A kommunikáció itt bizalmat, őszinteséget, egyszerűséget, elengedést, kíváncsiságot, és még sorolhatnám mit rejt magában. Sokan úgy vannak vele, hogy amikor leülünk beszélgetni, és mondjuk ötletelünk, és térjünk vissza egy kicsit most a brainstormra, akkor mi ilyen mi emberek ilyen külön tudatként kell, hogy létezzünk ott. Hogy én mondok valamit, te mondasz valamit. Aztán megvitatjuk, és akkor az én részem, terészet részed, stb. Ez néha kell, igen, de amikor ötletelünk, és amikor közösen építünk valamit, alkotunk valamit, akkor én jobban szeretem azt a hozzáállást, azt a nézőpontot, hogy ilyenkor egy nagy tudatként létezünk. Tehát ugye van egy jó víziónk, egy a célunk, akkor egy tudatként tudunk alkotni, dolgokat a felszínre hozni, víziókat megvalósítani. És ez a kommunikációban úgy teljesedik ki, hogy nem kritizáljuk a másikat. Még hogyha azt gondoljuk, hogy olyan hülye ötletet hozott és izgult rá, hogy ez amúgy, hogyha megcsinálnánk, kinyírná az egész projektet, akkor is lehet úgy kommunikálni, hogy szerintem ez nem jó ötlet, mert szerintem ez, ez gyakorlatilag felforgat mindent, amit eddig hittünk, stb. stb. De tudod mit? Csináljunk rá egy, egy minimál prototípust, és próbáljuk ki, mert ebből is lehet valami visszacsatolva a szerendipitire. És ehhez kommunikáció kell, tudatosság kell, nyitottság, őszintesség. És természetesen tudom, hogy ez nem mindig működik, mert az azt feltételező, hogy mindenki jobb lábbal kell fel, és mindenki vidáman, energikusan jön be, és mindenkinek kurva jó napja van, és nagyon nyitottak tudunk lenni, meg sohasem kráncsolnak, meg nincs idegeskedés, többi. Nem arról van szó. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez állandóan, hanem hogy ez egy jó, hogyha előttünk van, hogy azért ne nyomjunk el valakit, mint egy csikket, mert szerintünk nem jó az ötlete. Vagy éppen azért, mert szarnapunk van. Mindenkinek vannak szarnapjai. És ugye Darkest Dungeon kapcsán adott volt Chris és Tyler, akik nem vesztek össze azon a koncepción, hogy hozzuk le a kamerát ide a hősök mellé. Ugye Tyler emlékezik meg arról, hogy ő azért egy kicsit ellenállt, mert már elég sok energiát beletett a top-down verzióba, mint designer. Sokat dolgozott rajta, sokat ötletelt, és kezdett már összeállni a dolog. És ha úgy valósult volna meg, a lehetséges, hogy egy nagyon jó játék lesz belőle, biztos, hogy nem olyan népszerű, mint a Darkest Dungeon. Tehát jó irányba mentek is és kommunikáció hiányában, nyitottság hiányában ezt el lehet hibázni konkrétan. Tehát, hogy a Tyler nem lett volna nyitott, erőszakoskodik, hogy már pedig ebben munkát fektet, nem is úgy, hogy kimondja, hogy figyelj, ebben melót raktam, és most már legyen ez, hanem úgy, hogy elkezd vétózni olyan dolgokkal, amik egyébként nem is a lényeget tartalmazzák, csak arra irányulnak, hogy neki legyen igaza akkor lehet, hogy a Darkest Dungeon nem az lenne, mint ma. Fogni magad és összegyűrni az eddigi papírokat, kidobni mindent a kukában, és egy teljesen újba belekezdeni, az nem könnyű. De nagyon könnyen kiderülhet utólag, hogy igen, megérte. Mert egy sokkal jobb termék lett belőle. És visszacsatolva, ez az, amire rájött a világ, az alkotói világ, a fejlesztői világ is, hogy hogy az iterációk ezért is fontosak, mert egy jobb termék lesz a végén. Van egy hipotézisünk, elképzelünk valamit. És akkor utána azt ha a konokul megvalósítjuk, és majd a piac validálja, hogy amúgy kutyának nem kell, akkor majd nézhetünk. De hogy fogjuk és a hipotézist már az elején oda tesszük, csinálunk -e egy reality checket, hogy ez működik, és kiderül, hogy nem, akkor pivot, fordulhatunk, csinálhatunk valami újat. És egyébként előfordulhatott volna, nem így történt a Darkest Dungeon kapcsán, de előfordulhatott volna, hogy már a trailernél kiderül, hogy ez a koncepció kutyát nem érdekel. Nyilván ember vagy érzet, hogy mi lehet érdekes, de vannak néha annyira félrevezetett és buta hitrendszereink, hit koncepcióink, hipotéziseink, amiket jó már az elején validáltatni, és megkapni az élettől azt a pofont, hogy ez nem működik. Ezt, ezt, így ne, ne erőltesd jó. És ezért nagyon fontos a korai iteráció. Maga az iteráció és a korai hipotézis validálás. És ennek megfelelően a nyitottság és a kommunikáció. Na de térjünk át egy ismét jóval gyakorlatiasabb területre, ami természetesen megint csak összefügg a bizonytalansággal, egyébként az iterációkkal és a tervezési horizonttal. Ez nem más, mint a függőségi mátrix, az a dependency stack. Ugye beszéltünk róla, meg visszaemlékeztek, hogy nem csak az történt, hogy hogy levitték a kamerát a hősök mellé, hanem az egész harcrendszert átgyúrták ott. És úgy fogalmaztak, hogy a harc a játéknak a, az egyik kóreleme, hanem a legfontosabb eleme. Ezt csináljuk meg jól, és akkor utána mehet minden más. És azt mondta Tyler, hogy itt ezért bele is fértek fundamentális változtatások, hiszen ennyire fontos. Na most ez kapcsolódik a függőségi mátrikhoz, az a dependency stack magához a függőséghez. Ugye itt a harc kapcsán, ugye top-down mellé visszük, hogy harcolnak, stb., rengeteg a kérdés, rengeteg a bizonytalanság. És ugye elkezdenénk tervezni, tehát már erre a harcrendszerre, a top rá ráterveztünk volna, akkor tulajdonképpen azt csináltuk volna, hogy egy nagyon magas bizonytalansággal létező elemre, ráépítettünk volna, ráterveztünk volna valamit, és amikor az a bizonytalanság mint a dzsenga összedőlt, tehát összetődől az az egész rész miatta, mert bizonytalan volt és kiderült, hogy nem működik, akkor minden, amit ráterveztünk, mehet a kukába. És itt már érezhető, hogy miért ennyire fontos a függőség. Ugyanis tudnunk kell azt, hogy egy függőségi Mátrixban mi van a stack, mi van a rakásnak az alján. Amik alul vannak, azok meghatározó, fundamentális alapelemek. Ha arra építünk valamit, azok mind függni fognak az alatta lévő rendszertől. Ergo, hogyha az alapelemekben változás történik, mindenben változás történik, ami fölötte van. Ezt nem kell túlmagyarázni, ezért nagyon fontos a dependency stack, maga a dependency, tehát hogy meghatározzuk a függőségeket, és azokat egy mátrixban ábrázoljuk. Ugye fontos tudni, hogy ez mátrix, tehát nem lineáris. Nem azt jelenti, hogy mindig egy alapelem van, és arra folyamatosan felépül minden. Nem, egy játékban rengeteg alapelem létezhet. Harc, építkezés, támadások, szörnyek, stb. Mind lehet alapelem, de valamilyen szinten mindig van egy egyértelmű függőség irány, de létezhet több alapelem. Tehát például, hogy most a szörnyeket meg a harcot nézzük, általában a harchoz szokták hangolni a szörnyeket, de van, hogy a szörnyekhez a harcot. Tehát ez az attól függ, hogy mi a korkoncepció koncepció, és miről fog szólni a játék. Ha a karakterekről fog szólni, akkor ahhoz fogjuk építeni a többi dolgot. De ha például egy, megint csak egy nagyon egyszerű példát nézzük, azt mondjuk a Sims-et. ha házépítésről van szó, arra felesleges lett volna megtervezni a végleges front UI-t, a primary UI-t, mert ha később ugye bukik ez az alapkoncepció, ez a base, és csak ez egy mellékes dolog lett, egy sokkal, kevésbé fontos elem, fontos elem nyilván a színzón a házépítés, de ott a karakterek lett a lényeg. És nyilván akkor az egész UI tervet dobhattuk volna a kukába, mert át kellett volna rendezni úgy, hogy a karakterekről szóljon, ne pedig az építkezésről. Na, és ez a Matrix ez óriási lehet. És ennek a Matrixnak sem kell tökéletesnek lennie. Tehát gondolhatnánk, hogy már maguk a Matrix elemei overplanning. Mert adott az alapkoncepciónk, és lehet, hogy a Darkest dungeon -be ugye adott volt, hogy milyen lesz a hangulata, miről fog szólni, és lehet, hogy betervezték, hogy crafting lesz a játékban. De lehet, hogy ez kikerült. Viszont a craftingot tudták már, hogy a dependency stack azért fönt van, tehát nem egy fundamentális dolog, és nem kezdtek el rá tervezni. Annyira nagy még a bizonytalansága a játék elején, hogy lehet, hogy azért fog kikerülni a játékból a crafting, nem azért, mert változott egy fundamentális elem is, mint játékmechanikát ki kell dobni, hanem csökkenteni kellett a scope mert Elkezdett elfogyni a pénz, vagy éppen az idő. Tehát a Matrixnak nem kell tökéletesnek lennie, de a függőségeket, amikor már úgy nagyjából tisztában vagyunk, hogy a koncepciónak megfelelően milyen elemeket akarunk a játékba, az fel kell írnunk. Mert ez fogja megmutatni, hogy mind kell először iterálnunk, mind kell először elkezdeni dolgozni. És itt van egy ilyen ripple effektus, amiről ugye beszéltünk, hogy ha valami változik a stack alján, az kihat az egészre, egészen felfelé, és egyre drasztikusabban hat. Tehát, hogyha mondjuk tegyük fel, az mindent megtervezünk, 30-40 eleme a mátrixban, meg megvan tervezve, ha alul valami változik, a teteje az biztos döglött. A közepe az lehet, hogy csak nagyon durván megváltozik, és a kor lejjebb a, a, a az alapjához, a mátrixnak lehet, hogy párhuzamban az alapvető dolgokkal így valamennyire megváltoznak az elemek. És ugye gyönyörűen egyébként lehet látni a bizonytalanságot és a bizonytalanságnak a mértékét. Hogy az alap, a fundamentális elemeknek, ahogy nő a bizonyossága, tehát ahogy csökken a bizonytalansága, úgy a felettük lévő elemeknek is csökken a bizonytalansága, és azok egyre biztosabbak lehetnek. És ezáltal könnyű belátni, hogy tényleg az alján kell ezt először dolgoznunk. Nyilván lehetne egy ilyen Közhelyes példát hozni, hogy egy háznál is sem a tetővel kezdett, hanem az alappal. Itt még azt nagyon fontos elmondani, hogy vannak fundamentális elemek és fundamentális változások. Itt a fundamentális változás az azt jelenti, hogy nagy változás. És fontos látni, hogy a függőségek kapcsán nem szükségesek nagy változások ahhoz, hogy ez a ripple effektus, ez a hullám effektus, ami végig csapat a Matrixon, az nagyon durva legyen és nagyon destruktív. Ez például azt jelenti, hogy adott egy autóversenyzős játék, ahol azt mondjuk, hogy 200, átlagban 200 km per órával mennek a járművek. És fölötte ott vannak a dependency stackben a pályák, és megtervezik a pályákat. És lehet, hogy csak, és lehet, hogy kiderül, hogy néhány kilométer per órával több vagy kevesebb a játék jobb lesz. Lehet bagatel példa, de, de, létezhet, tehát hogy jobb érzés játszani vele, kiderül a playtesteken, akkor gyakorlatilag majdnem, hogy az összes pálya bukó, mert egy adott sebességre lettek optimalizálva, és onnantól kezdve megváltoznak a kanyarívek, megváltoznak a különböző mechanikák, stb. Tehát ezek apró változások, de ugyanakkor a hullám effektus, és ahogy egyre feljebb haladunk, egyre erősödik. Tehát ez olyan, mint egy lavina. A Darkest Dungeon esetében egyrészt ez egy függőség döntés volt, hogy a harcot hely helyezik előtérbe, így a elsődleges iterációk kapcsán, valamint ez volt a víziójuk egyik legfontosabb eleme, mert az érzelmi nyomást ott leghatásosabban a harcon keresztül tudták kifejezni. Tehát ott történnek, ahol összeroppannak az emberek, vagy éppen hősiesen kijönnek egy adott helyzetből, ott történnek a halálok, ott történnek igazán a drámák. Egyértelmű, hogy ezt kell először tökéletesíteni, és utána lehet ráépíteni minden mást. Na, szóval <laughs> itt azt érdemes hazavinni összefoglalva, hogy az, hogy hogyha építesz egy mátrixot, egy függőségi mátrixot, akár jó előre, egy jó nagy tervezési horizontal, az nem probléma, lehetnek akár rajta olyan elemek is, amik végül ki lesznek dobva, de a függőséget mutassák be, mert akkor biztos nem azon kezdesz el dolgozni. Rakjuk fel a design elemeket, építsük meg a függőségig mátrixot, gondoljuk át jól, és azzal kezdjünk el dolgozni, ami az alapnál van. Tehát az alapokkal kezdjünk. És emlékezzünk erre a hullám-effektusra, a ripple-effektusra, hogy nem kellenek az alapban nagy változások pici változások is elegek, hogy a felső szinteket teljesen szétcsapjuk. Na de beszéljünk egy kicsit most a vízióról, a kreatív irányról és a vízióról. Nem is, tehát nagyon is érezhető a dokumentumfilmen a, a vízió, mert a srácok nagyon fontosnak tartják, rengeteget beszélnek erről, de a kreatív irány és vízió témáját inkább egy, egy Chris által tartott GDC talkból hoztam, ami Tényleg szinte exkluzívan a vízióról szól. Szóval sokan méltatták a Darkest Dungeon-t, hogy minden egyes eleme, nem találsz olyan komponást a játékban, ami nincs száz százalékig párhuzamba a vízióval. Tehát minden elem ezt az élményt támogatja, amit a vízió át akar neked adni. A zene, a vizuális megjelenés, játékmechanikák, minden. Ez nem volt véletlen. Ez a kreatív irány a vízió miatt tudott így létrejönni. És sok értelmezése létezik a víziónak magának, de kevesen beszélnek róla praktikus módszerként. Tehát, mint egy praktikus, gyakorlati módszer, hogy a vízió az nem egy ilyen művészi dolog, vagy egy ilyen, egy ilyen megfoghatatlan anomália, hanem egy praktikus, gyakorlati dolog, amit tudunk alkalmazni. Képzeljünk el egy fát. Termőföldben ott vannak az ötleteink, a művek, amik hatással voltak ránk, amikből inspirálódunk. Könyvek, zenék, minden és ebben kezdett gyökerezni a fa. Ez ugye Chris és Tyler esetében ugye képregények voltak, régi társasjátékok, szerepjátékok, Tylernek a, a mókusos játéka, amit csinált, vagy a shrimpes, tehát minden ott van. És innen érkezel meg, ebből a termőföldből, a gyökerekből, a törzshöz, vitákon és egyeztetéseken, beszélgetéseken keresztül. És nyilván némi iteráción keresztül. A törzs az egy megfontolt, átgondolt, Tisztán értelmezhető vízió. Ez a tisztán értelmezhető majd még fontosabb lesz. Na, és innen nőnek ki az ágak, amik a játékfejlesztésnek a különböző területei. Tehát a fejlesztési projektnek a különböző szakágai, ha úgy tetszik. Design, art, audio, stb. Innen minden egyes ág mehet a saját útján és szembesülhet a saját kihívásaival, de ha visszaköveted őket, visszanézed őket a kiindulási pontig, akkor azonos alapból, azonos gyökerekből indulnak. Tehát ahogy az ágakon lemész, a fánál is a gyökérhez érsz vissza. Tehát nem mondhatod azt, hogy ez az ág egy másik fához tartozik. Nem, lemész a gyökerekhez, és ugyanonnan indulnak. Így a Darkest Dungeon fejlesztésekor mindegy, hogy milyen kihívással találták szembe magukat, mindig visszatérhettek ez a törzshez, ami ugye már egy jól átgondolt vízió, kreatív irány. És amikor azt mondjuk, hogy vízió, az nem maga az ötlet. Az ötlet az még csak ugye, ahogy Krisz az, az csak egy, egy egy olcsó dolog, ami mindenkinek van. Az ötlet az csak a táptalajnak egy apró eleme. Mert amikor elindultok a törzs felé, akkor úgyis hatással lesznek rátok minden más, ami a táptalajban van. Ugye minden egyes hatás, ami kreatív szempontból ért titeket az életetek során. Na és módszerek szempontjából hogyan kristályosítjuk ki az ötletünket, és, és csinálunk a, a táptalajból és a gyökérből a törzset? Itt például alkalmazható a reference art egy tábla, ahova összerakjuk vizuálisan azokat a hatásokat, amikből a vízió áll. Tehát például a Darkest Dungeon esetén ilyen árt minden mennyiségben. Vision Statement Documentation, ahol leírjuk tömören a, a víziónkat. És itt már azért rá vagyunk kényszerülve, hogy végig gondoljuk. Vita, konzultációk, természetesen a víziónkat, vagyis hát az ötleteinket, inspirációinkat megvitatjuk, és összegyúrjuk egy vízióval. Nyilván itt már van egy reality check, mert az az, az ötleteket például, amikor elmondod valakinek, biztos, hogy tud rá valami olyan problémát mondani, amit te, amire te nem gondoltál, hogy ja, tényleg ezt lehet át kellett volna egy kicsit jobban gondolni. Na ebből lesz a vízió. És így született meg a Darkest Dungeon-nek is az a leegyszerűsítése, vagy hát Fogalmazunk úgy, vision statementje, hogy make the best from a bad situation, Lovecraftian low fantasy, decisions with permanent consequences, with imperfect information. És ez gyönyörűen igaz rá, tehát, hogy a, leg, a, a legjobbat kell kihozni egy nagyon rossz szituációból, Lovecrafti az egész, low fantasy, tehát ilyen dark fantasy is, és a döntéseidnek. Döntéseid véglegesek, végleges hatás van, permanens következménye, és mindezeket a döntéseket egyébként mindig információhiányban hozod meg. Tehát nem tudhatod, hogy mi lesz a döntésednek a hatása. Van sejtésed, de mindig kétség övezi ezt. És itt még fontos megemlíteni a love child metafort, ez a nem tudom, szerelem gyermek metafora, hogy ha azt mondjuk a Darkest Dungeon-re, hogy XCOM meets Dark Souls. Tehát ez egy Dark Souls, ami Xcomként működik. Ehhez megérkezni nagyon jó egy ilyen hosszú fejlesztési projekt, hogy hogy ezt mondják rólad. Viszont, hogyha ebből indulsz ki, az reduktív, az korlátozó. Tehát ez nem egy vision statement, hogy XCOM meets Dark Souls. Mert nem mondja meg, hogy mit akarsz, mi az a az érzés, mi az az élmény, amit át akarsz hozni a Dark Soulsból, mi az, amit át akarsz hozni az XCOM-ból, hanem egyszerűen csak XCOM, mit Dark Souls, és hogyha r er, ebbe az irányba mész, akkor biztos nem jön ki a végén egy Darkest Dungeon. Ide megérkezni, jó, tehát hogyha valaki így foglalja össze, de ez nem egy vízió, ez nem egy kreatív irány. Nem érted meg, mit veszel át az X a Dark Souls-ból, csak egy nem specifikus mantra lesz. És a Vision statementek a víziók specifikusak. És ebből következik, hogy a kreatív iránynak a saját lábán kell állnia, tartalomban és kidolgozottságban, és nincsenek helyei egyéni értelmezéseknek. Personal Interpretation tehát ilyen szubjektív értelmezéseknek. Nem ha azt elolvassa valaki a Vision Statementet, meghallja valaki a víziódat, elmondod neki, akkor ugyanarra kell gondolnia, mint egy másik embernek és a harmadiknek és mindenkinek. Egyértelműnek kell lennie. És az az érdekes, hogy a Darkest Dungeon kapcsán annyira a saját lábán állt a kreatív víziójuk, hogy és, és ugye ezt visszagondoltuk köszönhető a, a, annak a kanadai művészeti támogatásnak is, hogy nagyon részletesen ki kellett találniuk, meg hát ugye évekig jártak össze, és beszélgettek, és jegyzeteltek, tehát azért ez évek alatt alakult ki ez a vízió, meg utána ki is dolgozták, tehát annyira a saját lábán állt, hogy gyakorlatilag egy ilyen külső entitásként gondolnak rá, emlékeznek vissza rá, és még a mai napig is az, mert ugye Darkest Dungeon 2 is ez alapján íródott. Tehát olyan volt nekik, mint egy csapattag, és ez azért volt fontos, mert a fejlesztési irány így nem személyes preferencián alapult. Tehát nem, a, nem azon alapult, hogy hogy én hogy értelmezem a víziót, te neked mi van a fejedbe a vízió, nem. Ott volt egy saját entitásként, és ő úgymond fedhetetlen volt. Tehát itt a víziónk, és ezt valósítjuk meg. Nem azt, ami már az én fejemben van, hanem ő már egy entitásként létezik. És hát. Na, hát a kreatív emberek általában elcsábulnak a jó ötletekre. Tényleg így van. Fejlesztitek a játékot, hogy fejlesztettek valamit, és akkor hazamész, pihensz mondjuk egy hétvégét, és játszol egy játékot, úristen, mi nekünk is meg kell csinálnunk. Na, a kreatív emberek ilyenek általában, egy kicsit én is ilyen vagyok, viszont hogyha ugye a kreatív irányod, a víziód, a ennyire erős entitás rendíthetetlenül a saját lábán áll, akkor ez ennek is ellenáll. Tehát, nem fogsz valami a víziótól teljesen eltérő dolgot belerakni azért, mert éppen megtetszett. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon értékes módszer. Tehát az, hogy ezek a módszerek, ez az egész metódus, amit vízióként értelmezünk, nagyon fontos, ez remek alapját tudja képezni egy fejlesztési projektnek. Sőt, szerintem elengedhetetlen alapja egy fejlesztési projektnek egy ilyen erős vízió. És jó látni egyébként, hogy Ebben már gyakorlati módszerként gondolkoznak páran. És gyönyörűen összeszedtek részt ebben a prezentációban, hogy ez náluk hogyan működött, és ezt így tovább lehet vinni, lehet alkalmazni máshol is. Na, és most beszéljünk egy olyan témáról, amit talán már lehet, hogy egy kicsit lerágott csont, de szerintem nem lehet eleget beszélni róla, mert egy nagyon fontos dolog, és egyébként szerintem egy nagyon rejtélyes dolog, tehát rengeteg része van, amiben mindig újat lehet tanulni és minden játék esetében a végtelenségig lehet elemezni. Ez nem más, mint a, ugye, a koherencia és az art direction, tehát maga a művészeti irány, ami egyébként ugye maga az a kreatív irányhoz nagyon szorosan kapcsolódik. A Darkest Dungeon egy remek példa, hogy milyen tudatossággal lehet vizuális dizájnt építeni egy tematikai egy vízió köré. És elképesztő látni, hogy a Darkest Dungeon esetében például maga a vizuális design mennyire nem csak ilyen, egy ilyen közvetett dolog, hanem a vonalaknak, meg maga, tehát a vizuális dizájnnak közvetlen jelentése van. És nem csak annak, hanem egyébként minden egyes komponensnek közvetlen jelentése van, ami ugye a víziót alátámasztja, vagy abból származtatható. És a Chris az rengeteget kísérletezett ezen, hogy ez összeálljon. Nem azt csinálta, hogy adott egy stílusom, és ezt tudom, és ezt ráhúzom a játékra, hanem mint a UX-ben megszokott kutatási, szintézis és iteratív módszerekkel dolgozott. És addig rajzolt, amíg ezt a általuk kidolgozott kreatív irányt meg nem tudta jeleníteni rajzban papíron. Középkori fametszeteket, kéziratokat, régi képregényeket ilyeneket vizsgált, és, és, természetesen mindezt úgy, hogy szem előtt tartotta a víziót, a kreatív irányt. És megnézek például a The Marki képregényt Guy Davis-től, rákerestek, akkor láthatjátok, hogy mennyire erős inspirációt merített például onnan is. Mert valószínűleg megtalált, hogy igen, én ezt akarom, és akkor onnan merített az, az inspirációt, hogy, hogy akkor ebbe az irányba kezdem el rajzolni a karaktereket, meg minden más. És, és számtalan képet megnézett és készített, mire kialakult az, amit szeretett volna. Hogy aját adni ezt a víziót. Ezeket, a, ezeket az érzéseket, amiket lefektettek a, az irányzatukban. És ez ilyen jó értelemben vett csúnya. Tehát nincsenek benne tehát nulla lekerekítés, rohadt erős kontúrok, sötét színek, rengeteg erős fekete, és ezek gyönyörűen összecsengnek azzal, hogy nehéz döntéseket kell meghoznod, és a világ nem ad a második esélyt. Ez egy sarkos, rideg, fekete világ. És e, itt it, például ez az, amire gondoltam, hogy közvetlenül van jelentése például a vizuális dizájnnak. A sok fekete <laughs> egyértelműen azt jelenti, hogy ez nem egy rózsaszínvilág. És ha megnézitek, akkor gyakorlatilag minden háttérnek, minden térnek, mindennek van egy ilyen vinyekt effektje, ami azt jelenti, hogy a, ugye a kép felé haladva elsötétülnek a képek, és így a szé szélek szinte teljesen feketék. És ez is azt erősíti, hogy folyamatosan felzabál a sötétség. Hiányában vagy időnek, helynek, és a saját józanságodnak is. Elkeseredettség, kétségbeesés, és gyakorlatilag éppen felzabál egy szörny. Van is a játékban egy ritka szörny, ami konkrétan a sötétségben táplálkozik, és akkor támad, amikor így nulla a torcs leveled. A rajzokon lévő zajjal Krisz azt akart elérni, hogy úgy tűnjenek rajzok, mintha abban a korban készültek volna, amiben a játék játszódik, ilyen, ilyen öreg papírszerűek legyenek. A rajzok kopottak, a hősök kopottak, és, és, ahogy mi is meg fogunk kopni a játék nehézsége alatt. Szóval gyönyörűen látszik, hogy a vizuális dizájnt is lehet nagyon tudatosan, ilyen mérnöki pontossággal lép. Itt is. Ugye beszéltünk a DR Billions kapcsán is erről. Ott nem tudom pontosan, hogy, hogy ez mennyire volt tudatos, de itt, ez, ez mérnöki, pontosságú tudatos építkezés volt. Ugye a rajzi stílusoknak, színeknek, kompozícióknak mind megvan a saját jelentése, és ezeket párhuzamba lehet állítani a korkoncepcióval, ugye vízióval. És hát ezt is érdemes tennünk. Nyilván ennek van egy olyan része, hogy érezni kell, tehetség, szerencse, stb., de a nagy része ennek tudatos építkezés. És akkor ismét egy gyakorlatilasabb, jó is összetett komplex téma, ez pedig ugye a Degenerate Strategies, a játék van egy paradoxon. Ez a paradoxon úgy szól, hogy amikor hozzáadsz egy feature-t a játékhoz, az nem feltétlenül teszi azt érdekesebbé, hanem pont ellenkezőleg is lett, még pont, hogy megölheti az érdekes döntéseket a játékban. Ez akkor történik, amikor az új feature egy degenerate strategy hoz létre. Ezek a stratégiáknak az a jellemzője ezeknek, hogy miután megtaláltuk őket, leegyszerűsítik a játékot, mert minden egyes szituációban a legjobb választások Például ugye a Lords of the fallen beszéltünk erről a pajzsos stratégiáról, hogy rángatod a pajzsot, és adjon tudsz verni minden egyes boszt. De ilyen egy olyan item kombináció, amit semmi nem tud megverni. És onnantól kezdve, hogyha ezt megtaláltad, bármilyen szituációból ki tudsz jönni, nem lesz értelme mást használni. És ha hiszitek, ha nem, ez még olyan híres sportok, fizikai sportok ugye szabályrendszerében is előfordulhatnak, mint mondjuk a kosárlabda. Nyilván mindenki hallott már Seki aki nevezetesen nem volt egy, én nem vagyok egy nagy ös, kosárlabda szakértő, Seki ismerem, nem tudtam róla egyébként, hogy nem egy jó büntető dobójátékos, tehát nem, nem jó büntető dobásban. De ez nagyon vicces, olvastam erről, ugye a kosárlabdában Degenerate Strategy, szóval büntetőt akkor dobhat egy játékos, hogyha ha ellene szabálytalanságot követtek el. Na és hát erre ugye rájöttek a taktikus kosáredzők, és úgy hogy, hogy mi lenne, hogyha azzal állítanánk meg az ellencsapat összes támadását, hogy a, hogyha folyamatosan szabálytalankodnánk finoman Shakion Hill ellen, és akkor ő dobna büntetőket. És hát ugye nagy valószínűséggel, de egész biztosan nagyobb valószínűséggel csesznél, el mint ugye annak a valószínűsége, hogy az ellenség támadása sikeres lesz. És ez működött. Tehát, hogy elkezdték se csapkodni, és utána elkezdett büntetőket dobni minden egyes támadásnál, és nyilván félredobta szerencsét a labdát, és ez egy működő stratégia volt. El is nevezték ezt hack a sek taktikának, ami később egyébként szabálymódosításokkal ki is iktattak, mert egyszerűen bizonyos szempontból nézhetetlenné tette a meccseket. Na, és ugye beszéltünk róla ugye a korpsz esetén, hogy, hogy jó volt a harcrendszer, de túlzottan leegyszerűsödött, ahogy ugye az elsősorban lévő ellenségek fogytak. Na, és erre ugye egy remek megoldás volt ugye a Corps rendszer, csak hát beszéltünk róla, hogy nagyon rosszkor implementálták. Tehát ezt playtestingen meg lehetett volna találni, még az early access előtt is ki lehetett volna iktatni, tehát már akkor is be lehetett volna vinni ugye a Corps rendszert. És hát erre való a playtesting. És itt nagyon fontos megérteni, hogy a játékosok olyanok, mint a lusta test edzés közben. Ha már edzettetek valaha, akkor tudjátok, hogy mindig talál valami edzés szempontjából szabálytalan pozitúrát ami leegyszerűsíti a kemény munkát. Tehát úgy fog csavarodni, hogy nehogy az izmaidat használd, vagy vagy több izmadat használd, hogy könnyebb legyen. A játékosok ugyanilyenek. Folyamatosan keresik az utat a könnyű diadalhoz. És ugye ez a játékosoknak ez a szokás a playtest szempontjából nagyon is az előnyünkre válik, mert meg fogják találni a DGNS strategiket. És ugye egy playtest során is erre még olyan büszkék is, hogy hát megtaláltam a primitív nyerési lehetőséget a játékodban, meg hát ugye ez, ez nagyon fontos elem a playtestnek. Na és hát ugye mi a, a degenerate strategic -re? a megoldás? Ugyanaz, mint bármilyen design problémára ötletelni, építeni és tesztelni. Tehát, hogy találunk egy degenerate strategy vagy a playtesterek találnak, akkor azt, azt valahogy ki kell iktatnunk, újra kell dolgoznunk akár az egész harcrendszer, vagy be kell vezetnünk valamit. A Darkest Dungeon esetén is mehettek volna egy egyértelmű irányba, mint hogy mondjuk növelik az első sor lényeinek az életét, de az csomó másra is hatással lett volna, amire mondjuk nem akarták volna. És amúgy itt is itt bejöhet uh, nüansznyi szinten is a dependency stack, tehát ez egy ripple effektust el tud indítani, megnöveled a szörnyek értést, és c -c 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 átver, átveret mindenen a hatás. Na és hát rengeteg rossz döntés van, és ezeket ki kell ventillálni, egy-kettőt kipróbálni, és valahol nem túl mélyen, a jó és a rossz ötletek között meg lesz a megoldás. Megint csak visszautalva, hogy a korpsz rendszer az tökéletes, csak hát nagyon rossz kor jött. Egy ilyen változást nem early access-ben kell implementálni, ezt már jóval előbb kellett volna. Mert ez egy olyan degenerate strategy, ami gyakorlatilag a dependency stack legalján lévő elemben jelentkezett. És ha ott jelentkezik, akkor a rip, az ottani változtatások miatt, a ripple effektus miatt Végig megy a játék összes részén, és hát ezért érzik azt a játékosok, hogy átbaszták őket, mert gyakorlatilag kaptak egy új játékot, és azt a 40-50-60 órát, amit már beletettek, vagy akár több százat, az dobhatják a kukába. Gyakorlatilag el, úgy érzik, elvették tőlük az időt. Na, és hát közeledünk az adás végéhez, még egy témáról szeretnék beszélni, ami inkább ismét egy humán téma, és kevésbé reál. Ez nem más, mint az authority, vagy hatalom és tekintély. És most gondolhatnánk, hogy ez egy ilyen management téma. És ugye, mint szakemberek, úgymond nem vagyunk menedzserek, de amúgy szakemberekként is kerülhetünk menedzser pozícióba. Tehát alapvetően egy olyan pozícióban, amikor emberekkel is kell foglalkoznunk. Én például, hogyha így a saját példámat nézem, vagy az én álláspontomat, akkor én igazából nem vagyok megveszve hogy vezető pozícióba legyek. De igazából, hogyha... Úgy alakulna az élet, hogy nekem felajánlanak egy vezetői pozíciót, ahol emberekkel is kell foglalkoznom, akkor ez az is szó az, ami kifejezetten fontos ebben az egyenletben, hogy ne kelljen csak emberekkel foglalkoznom, hanem dolgozhassak is. Tehát nekem kreatív emberként szükségem van a kreatív stimulációra, és az, hogy mondjuk menedzserként, vezetőként csak emberekkel foglalkozzak, az nem az én világom. Viszont ez a hatalom és a tekintély, ez ilyen szempontból nem csak menedzsment téma. Tehát itt most arra gondolunk alapvetően, tehát erre a világra, hogy felelősséggel tartozunk emberek iránt, irányítjuk őket valamilyen szinten, de ugyanakkor elvégezzük a kreatív munkát is. Ezt a témát most leginkább egy olyan kontextusban érdemes elképzelni, hogy mondjuk van egy indi stúdiód, és te vagy a kreatív vezetője, nálad van, vagy te hoztad a víziót, és akik hozzá csatlakoznak, azok valamilyen szinten, ha nem is hierarchiában, de alattad vannak, tehát beállnak úgymond a víziód mögé. Ez az, a Mikrisznek és Tylernek az esete. Ketten elkezdték a Darkest dungeon a közös vízióból, és ki, akik hozzájuk csapódtak, vagy felvettek, és csapódtak, ők ugye ebbe a vízióba beszálltak, meg beálltak mögéjük. És itt érdekes igazán ez a téma, hogy ezt a víziót hogyan kommunikálod, hogy állnak be mögéd igazán az emberek. Van az a mondás, amit most így előzetesen ide csapnék, hogy az emberek a remek vízió miatt jönnek, és a rossz menedzsment miatt mennek el egy cégtől. Ez már nagyon 21. századi. Tehát ez a tylerizmus most már nem menő, amikor mikromenedzseljük az embereket, tehát főleg nem kreatív munkába. Ha arról van szó, hogy egy gyárban sampon kupakokat kell feltekerni, ott működhet a tylerizmus, amiről most nem fogunk részletesen beszélni, de legyen még annyi, hogy annak a módszertan a munkában, hogy minden egyes kis apró mozzanatot mikromenedzselsz. Nyilván ez kreatív munkában nem fog működni, de mint említettem, erről majd később beszélünk egy másik részben. És inkább itt a víziót emelném ki, hogy ez a mondás csak az igazság fele, abból a szempontból, hogy az emberek egy remek vízióért jönnek. De ezt a víziót tudni kell kommunikálni. Mert hiába létezik egy tökéletes koncepció, ha azt annak a megalkotója nem tudja kommunikálni azok felé, akik létrehozzák ezt a világban. Tehát ugye összejött itt egy csapat, és a víziót megalkotják egy szoftverként, ami ugye a Darkest Dungeon, de nem sikerült volna ilyen jól, és nem sikerült volna megfelelő embereket sem összeszedni a feladatra nem jöttek volna akár maguktól ezek a megfelelő emberek, hogyha ez a vízió nem lenne jól kommunikálva. De erről már beszéltünk, hogy ők, Tyler és Chris ezt a kreatív jelent már jó előre végig gondolták, és ennek a kommunikációjával nem volt baj. És akkor jó, jönnek a megfelelő emberek, megfelelő embereket veszünk fel, és ők beállnak mögénk, hisznek a vízióban. Hisznek a kreatív irányunkban, hogy ez jó lesz. A kreatív iránynál fontos az irányzó, hogy ez egy irány. De ez nem azt jelenti, hogy erről az irányról úgymond nem lehetne valamilyen szinten letérni. És itt nem is letérni arról van szó, hanem hogy legyen benne, egy, legyen benne egy spektrum, egy rugalmas réteg, amiben kifejezhetjük magunkat. És ez azért egy kardinális kérdés. Mert mint kreatív vezetők hagyni kell helyet az embereknek, hogy a kreativitásukat kifejezzék. Irányt kell nekik adni, és nem instrukciókat. Ha valaki egy vezetői szerepben van, akkor nagy lehet a csábítás arra, vagy az lehet egy egyértelmű gondolat, hogy az alkalmazottaidnak a te fejedet kéne használniuk. Tehát azt kell csinálniuk, ami a te fejedben van. De ez egy hibás elgondolás. Úgy optimális, hogyha hogyha egy nagy tudatként gondolkoztak. Ez lehet, hogy most ilyen nagyon spirituális, vagy nem is tudom, akár közhelyes duma, de erről van szó, mert akkor áll össze több ember egy nagy tudattá, ami tud úgy működni, hogy tényleg, mintha összeadódnának az emberek a tudatai egy nagy agyként, hogyha megfelelő nyitottságot, tiszteletet gyakorolnak egymás felé, és ugyanakkor megvan a kreatív terük. Tehát most ez praktikusan azt jelenti, hogy lehet van, valakinek vannak tök jó ötletei, de nem mérő őket kimondani, mert a múltkori öt alkalommal sem hallgatták, meg még le is baszták, hogy gondolkodik. Akkor ez nyilván annak a példája, hogy ez nem fog működni a gyakorlatban. De ha valakik szabadon dobálhatják be az ötleteket, akkor ahogy brainstormoltok, már a nagy számok törvénye alapján biztos lesz egy-két jó ötlet benne. És ezek az ötletek nem fognak a felszínre jönni, hogyha nincs meg az embereknek a kreatív terük, nincs bizalom, nincs tisztelet. Mindenkinek vannak jó ötletei, Meglátásai, és ezeket használni kell, hogy valóban egy jó terméket fejlesszünk. Szóval itt az fontos látni, hogy vezetőként nem az a feladata az embernek, hogy pontosan megvalósítassa, ami a saját fejében van. Nem mondhatod meg mindenkinek minden apró részletben, hogy mit csináljon. Meg nem is tudod. Tehát egy vezető, egy főnök sem tudja, hogy pontosan mit kell csinálni egy adott helyzetben. Az egy vezető feladata, hogy az elvégzendő munka célját, jelentőségét, értékét kommunikálja. Mert ha belegondoltok, egy fejlesztőnél jobban úgy sem fogod tudni. Tehát ha te mondjuk egy designer vagy, de hierarchiában vagy, hát valamilyen szinten manifestálod hierarchiában te egy, egy, fejlesztő fölött vagy. Nem fogod, mivel nem vagy fejlesztő, nem fogod tudni, hogy egy adott dolgot hogyan kell implementálni. Megpróbálhatod megmondani neki, de az biztos, hogy szarabb lesz, mint ahogy ő megcsinálná. Viszont ha ez a fejlesztő úgy állt be mögéd, a víziód mögé, van egy tömör kreatív irány, amit ő is ért, és te is értesz, és neki egy irányt adsz, tehát elmondod, hogy mi az elvégzendő munka célja, jelentősége, értéke, akkor szinte majdnem bizonyos, hogy egy minőségi megoldás fog születni, mint ellenkező esetben, amikor mondjuk megpróbáltad ezt az adott embert mikromenedzselni, pontosan azt megvalósítatni, ami a fejedben van. És persze ehhez nagyon sok bizalom is kell, mert mindig ott van a fejében az embernek, hogy mi van, hogyha nem úgy csinálják. Mi van, hogyha valami tök más dolgot csinálnak. De ez nem abból adódik általában, hogy, hogy nem mikromenedzselted őket, hogy vagy a víziót nem értik, a kreatív irányt, vagy azt nem értették meg teljesen, hogy mi volt a célod. De hogy mondjuk erre egy gyakorlati példát, vegyük elő az ilyen játék elején lévő tutoriál színeket. Ugye akkor jó egy tutoriál, amikor nem érzett tutoriálnak, hanem organikusan a játék megtanítja neked, hogy hogyan, merre, meddig, tehát szépen organikusan kinyílik. És ez funkcionálisan is tud működni. Tehát ha például, hogy mész, és akkor át kell ugrani egy akadályt, nem is tudsz tovább menni, mert mondjuk egy csőben vagy, vagy mondjuk egy hídon, és akkor odaállsz mondjuk egy barikád elé, és nem áll meg a játék, csak óvatosan feljön valahol, hogy ezt a gombot nyom, hogy átugort, akkor onnantól kezdve tudni fogod, hogy a barikádokat át lehet ugrani. Így, ahogy én ezt elmondtam, ezt átadhatom egy fejlesztőnek, meg egy művésznek, grafikus dizájnernek, stb., hogy ezt én így akarom látni. Vagy mondhatod azt is, hogy a játéknak az első fele arról szól, hogy a játékost megtanítsuk arra, hogy hogyan ugorjon át barikádokat, milyenek a különböző ellenfelek, stb. stb. Nem azt mondod meg, hogy pontosan hogy implementálják, hanem azt, hogy mi a célja. Tehát a cél, hogy megtanítsuk a játékost. Na és ez ad egy olyan kreatív teret, amiben az emberek motiváltak tudnak lenni. Tehát van terük arra, hogy gondolkozzanak, hogy hogy oldják meg. Nem mondod nekik, hogy híd, nem mondod nekik, hogy barikád, stb. Egyszerűen elengeded őket. És hogyha elindulnak egy rossz irányba, akkor vezetőként a te feladatod, hogy egy kicsit helyreigazítsd őket, hogy nem erre gondoltál pontosan, vagy, vagy ezen még ötleteljenek kicsit. De hidd el, ők is motiváltak lesznek abban, hogy jelentsenek felé, hogy erre gondoltunk, és téged is bevonnak. És ez egy kicsit túl szabadnak tűnhet hogy ez, ez, nagyon rizikós. Hát bízzuk rájuk ezt a munkát, hogy majd ők kitalálják. Igen, kreatív emberek ugyanúgy, mint te, ki tudják találni. És nyilván téged is bevonnak, ha mondjuk designer vagy, mert ebben ennek a tutoriál színnek a megtervezésében neked is van munkád. Főleg, ha mondjuk te vagy a designer, de ne zárd ki őket teljesen. Nem robotok, akiknek az a feladatuk, hogy amit te megtervezel, azt, azt implementálják. Tehát, ha ez túl szabadnak tűnik, akkor viszont azt is szem előtt kell tartani, hogy pontosan erre való, ugye, a korkoncepció, a kreatív irány, a vízió, hogy ezt az egészet becsomagolja egy nagy irányba. Tehát, ha mondjuk van egy jó vision statementet, meg egy csomó árt, amit kiraktatok egy táblára, és tényleg beszéltetek róla, mindenki tisztában van kreatív irányjal, és mindenki ugyanazt gondolja mögötte, akkor az már rengeteg kérdést megválaszol. Tehát, például, hogyha a víziótok alapeleme egy posztapokaliptikus világ, az már egy tutoriál pályán is rengeteg megoldást kiszűr. Van már egy képe arról az embereknek, hogy milyen asszetekkel dolgozhatnak, vagy mondjuk mit csinálhatnak és mit nem. És a Darkest Dungeon esetében ez működött. És ez nem történik meg organikusan. Vagyis hát megtörténhet, ha mondjuk valaki már viszonylag sok időt eltöltött menedzseri szinten, és begyakorolhatta egy cégnél, hogy ez hogy működik, mert mondjuk van, tényleg van a cégnek egy jó víziója, az adott játékoknak egy jó víziója, és engedik, hogy így működjön, mert őt sem akarják mikromenedzselni egy felsőbb szintre akkor történhet ez organikusan, amikor mondjuk te vagy tényleg a toppon egy saját indi stúdióban, de alapvetően ez elég sok figyelmet igényel, tényleg nyitottságot, hogy az adott szituációban ne erőltessünk dolgokat, mert a mikromenedzselés, meg az, hogy pontosan megvalósítassuk, ami a fejünkben van, az nagyon hívogató, és a legjobb megoldásnak tűnik. De bízzunk benne, hogy nem ez a legjobb megoldás. Az igazán nagyszerű dolgok csapatmunkából tudnak születni. És nyilván nem akarom elfelejteni a dolgoknak az üzletet, üzleti részét. Mert én soha nem szerettem ezt a hullámot az indi fejlesztésben, hogy meg kell döglenünk ahhoz, hogy egy játékot kiadjunk. Tudjátok, voltak ezek a cikkek, hogy majdnem bele otthaltak meg a stúdióba, mire kiadták. Tényleg heroikus küzdelmek, hogy, hogy ezt a játékot létrehozzuk, mert tudom én is, ez a, ez a kínlódás, ez a csúszás, mászás, ez egy kicsit így eluralkodott az indi szénában, legalábbis egy bizonyos részén, és ennek egy ilyen főhajtó ereje a Twitter volt, hogy próbáltak egymásra licitálni a kis indi stúdiók, hogy kinek mennyire szar éppen, meg hogy mennyire szenvednek épp. Nem látják, hogy gyerekeiket felnőni meg ilyenek. Oh, és én ezt óriási baromságnak tartottam. Tehát ha csak így, így, tud működni, akkor én nem is akarok játékot fejleszteni, de szerencsére ez nem csak így tud működni. De az azért igaz az indi hogy időnek és pénznek mindig a hiány vagy gyakorlatilag. Vannak stúdiók, akiknél ez már nem feltétlenül igaz, mert mondjuk egy ö, játékkal, ami nagyon berobbant, egy hit játékkal, az elég sok pénzt kitermeltek, és ezzel megteremtették bauknak ugye a kreatív szabadságot pénzügyileg és időben is. Na ez egy nagyon jó pozíció. De alapvetően, amikor így még mondjuk egy indió stúdióról van szó, szóval ott biztos nem lesz sok pénz meg idő. És e ezen nyomás alatt azért egy ilyen struktúrát megvalósítani nagyon nehéz, de lehetséges, mert egyébként, hogyha az embereket meg teret adsz az iterációra, a kreatív mm -hmm. önmegvalósításra, az azért nagyon tudja vinni az időt, és hát tudja a pénzt is. Szóval erre talán az a legjobb megoldás, ha üzletileg is bevonod olyan szempontból az embereket, hogy érzik, hogy amúgy, nincs végtelen idő arra, hogy valamit megcsináljunk. Kell a kreatív szabadság, kell hagyni az embereket érvényesülni, de ugyanakkor valamilyen szintű korlátokat azért adni kell. És ez egy nagyon nehéz téma, de a Darkest Dungeon történetében ez tök jól tudott működni. Az emberek, akik fejlesztették a Darkest Dungeon-t, beálltak Kriszt és Tyler víziója mögé, és utána volt erük arra, hogy a saját szakmájukon belül kifejezzék magukat. És tudták nagyon jól, értették, hogy amúgy úgymond nyomás alatt vannak, idő és pénz nyomás alatt, és beleraktak mindent. És szerintem így tudnak nagyszerű dolgok születni. Szóval összefoglalva, elkerülhetetlen, hogy egy idő után egy designer ne gyakoroljon menedzsment feladatokat is. És itt ebben a témában, amit érdemes hazavinni, az az, hogy megint csak szükséges egy jól kidolgozott kreatív irány, egy saját lábán álló, gyakorlatilag külső entitásként működő vízió. Ezt a megfelelő hatásfokkal kell kommunikálnunk, és a megfelelő módszerekkel, ugye erről beszéltünk, ezáltal ránk találhatnak azok az emberek, akik be tudnak állni ezen vízió mögé, vagy mi találhatjuk meg őket, és utána ezeknek az embereknek hagyni kell, hogy kreatívan kifejezzék magukat. Tehát el kell kerülni a mikromanagementet, a tylerizmust, és érdemes belátni, hogy a különböző szakágoknál úgysem fogjuk jobban tudni célokat, jelentőséget és értéket kommunikáljunk és hagyjuk a művészeket dolgozni. Természetesen nem szabad elfelejteni a üzleti részét sem, hogy azért felelősséggel tartozunk, azért is, hogy a produktum előálljon a maga minőségében, az adott büdzséből és idő alatt, de amikor szorít az idő vagy a pénz, akkor ne az legyen a megoldás, hogy mikromenedzselünk. Mert az viszont a minőségben fog nagyon visszaütni. És a Darkest Dungeon története erre egy remek példa. Ilyen szempontból sokat lehet Tylertől és Krisztől tanulni. Érdemes egyébként megnézni a dokumentumfilmet, mert amiről most beszéltünk, az nagyon átjön rajta. Úgyhogy csak ajánlani tudom. Na, és elérkeztünk a Design Block végéhez, azaz ez volt az utolsó téma, amiről beszélünk, és csak így címszavakba foglaljuk össze, hogy miről beszéltünk. Ugye szó volt a szerendipitiről, amik ugye ezek a szerencsés véletlenek, és hát annyira nem is véletlenek, beszéltünk róla, hogy hogyan tudjuk ezeket felfedezni. Beszéltünk a kapcsolatáról az overplanninghez, hogy a túltervezés az mennyire meg tudja ölni ezt. Aztán tovább kapcsoltunk ugye az iterációk hosszúságára, az iterációs intervallumra. Beszéltünk arról a fordított arányról, hogy minél nagyobb egy design elemnek a bizonytalansága, tehát minél több dolog van, amit még ki kell találni benne, minél több a kérdés annál rövidebbnek kell lenni a tervezési horizontnak és az iterációs intervallumoknak. Tehát, hogyha valami bizonytalan, akkor még sokat kell iterálni rajta, és nem érdemes nagyon a jövőbe tervezni. Aztán beszéltünk a Lens of Emotionről, ugye az érzelmi lencséről, amit már a Subnauticánál is fejtegettünk, és itt a Darkest Dungeon esetén az, hogy a vízióban ez az érzelem, ez a klaustrofóbia, bezártság, félelem mennyire meghatározta a játéknak bizonyos elemeit, például azt, hogy levitték a karakterek mellé a kamerát, hogy szinte folyamatosan őket lássuk. Ugye beszéltünk a brainstormról és a kommunikációról, hogy miért fontos az, hogy az iterációknál hagyjunk egymásnak teret a gondolkodásra. Ugye beszéltünk a dependency stackről, ami egy nagyon jó kis téma, ugye, hogy a különböző elemek hogy épülnek egymásra függőség szempontjából, és ide kapcsoltuk ismét a bizonytalanságot, hogy ugye folyamatosan az alaptól indulva felfelé kell kiiktatnunk az egyes elemek bizonytalanságát, és hogy nem kell ahhoz nagy változás az alapelemekben, a matrix alapelemeiben, hogy ez végig csapasson az egész dizájnon, és gyakorlatilag a felső szinteket teljesen kigyilkolja. Beszéltünk Krisz nagyszerű GDC talkja alapján a kreatív irányról és a vízióról, mint gyakorlati módszer, praktikusan, és Krisz remek módszereket osztott meg arra, hogy hogyan kristályosítsunk ki egy víziót, hogyan legyen egy ötletből, meg a sok-sok inspirációból egy erős törzs, egy vision statement. Valamint beszéltünk ugye az art direction-ről, a koherenciáról, de leginkább arról, hogy egy játéknak a vizuális megjelenését is lehet nagyon precízen mérnöki pontossággal építeni, nagyon átgondoltan. Hiszen a vizuális elemeknek is megvan a maga jelentésük, és ezt gyönyörűen párhuzamba lehet állítani a vízióval. Akkor belekóstoltunk kicsit a Degenerate Strategies-be, erről egyébként gyakorlatilag minden adásban beszélni fogunk most már, mert nincs olyan játék, aminek a tesztelése során ne jött volna ki valami nagyon ocsmány Degenerate Strategy. Ugye ezek azok a stratégiák, amik leegyszerűsítik a játékot, mert minden esetben a legjobb megoldást szolgáltatják. És ezzel megölik a játék kihívását, hangulatát, mindent. És hát ugye beszéltünk arról, hogy a Darkest Dungeon esetén nem nagyon playtesteltek az elején, és az első valódi playtest az a early access volt, és az ő degenerate strategy történetük az a korps, vagy ez a tetemviaskó volt, amit ugyan jól javítottak, viszont nagyon rosszkor. És végül ugye beszéltünk a hatalomról és a tekintélyről, mégpedig abban a kontextusban, hogy a hatalom és a tekintély a fontos, vagy inkább az, hogy az emberre vezetőként nézzenek, és nem kérdés a hatalom és a tekintély, hanem inkább tiszteletről van szó, és alázatról, hogy beállunk egy vízió mögé, oda tesszük magunkat, és élvezzük a kreatív szabadságunkat, mert művészként kapunk egy kreatív szabadságot, vagy éppen menedzserként adunk egy kreatív szabadságot az embereknek. És úgy gondolom, hogy ez a történet egy nagyon pozitív példa, egy pozitív fejlesztési történet, amiben vannak hullámvölgyek, sok hegy, de ugyanakkor sok völgy is. Elég kemény völgyek nem fekete-fehér, tehát azért nem a legdurvább mélységek, és nem is a legdurvább magasságok vannak benne, hanem egy remek spektrum, amiből nagyon sokat lehet tanulni. Úgyhogy ismét bátorítok mindenkit, hogy amúgy nézze meg ezt a dokumentumfilmot, mert öröm látni ezeket az embereket, és ugye egy YouTube videóban azért bizonyos hangulatokat is jobban ki lehet fejezni, tehát ott a képekkel és a, a, az alávestett zenékkel, szóval nagyon jó pillanatok vannak benne, viszont úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült dizájn szempontból össze foglalni és elemezni azt, hogy mik azok a legfontosabb elemek, amiket a Darkest Dungeon történetéből érdemes hazavinni, mint designer. Na, de nem az utolsó alkalom, hogy a Darkest Dungeonről beszéltünk, mert elképzelhető, hogy lesz ennek a adásnak egy második része, ahol nem a fejlesztési történetet fogjuk elemezni design szempontból, hanem magát a mechanikákat, mert ugyanakkor azok is nagyon érdekesek. Viszont azt mindenképp szeretném úgy, hogy már a második részt is többet játszottam, mert igen, a Darkest dungeon már van egy második része, és itt még röviden szeretnék beszélni arról, hogy mi a Darkest Dungeon 1 a hagyatéka, és milyen lett a folytatás. Ez azért egy nagyon izgalmas téma, mert ugye beszéltünk már róla, hogy rengetegen csúnya szóval élve másolják a Darkest Dungeon-t. Vannak remek megoldások, innovációk a területen, de ugyanakkor a kor, a lényegi része ezeknek a játékoknak a Darkest Dungeon-ből jön. Ez az, hogy adott egy management réteg, ami ugye az Ebi jön, és ugye, hogy gyakorlatilag dungeon küldetéseket teljesítetek egy parti kompozícióval, akiket oldalról látsz, és akkor ilyen körökre osztott játékként megy a harc. Felöltöztették ez mindenféle köntösbe, például, hogy élő halottakkal mentek az emberek ellen, vagy mondjuk egy ilyen első, vagy második világháborús köntösbe, elég sok iteráció létezik. De nem is ez a lényeg, hanem hogy van hagyaték. Tehát, hogy egy stílus teremtettek, és ez zseniális. Én ugye beszéltem már arról, hogy amikor bedobnak egy követ az állóvízbe, hogy történik valami, az most így 20-22-ben már ez elég ritka. Tehát, hogy ritkán van az, hogy egy, egy játék tényleg bedobja azt, az igazi féltéglát az állóvízbe, hogy tényleg felkavarja a dolgokat, és én nagyon szeretem ezeket a fordalmakat, és a Darkest Dungeon is ilyen, egy teljes, egy, egy új irányvonal, amit, amit lehet innoválni, amit másolhatnak, és ez, ez, a másolás, ez nem egy rossz szó. Inkább mondjuk az, hogy inspirálódnak róla. Na de beszéltünk arról is, hogy ugye ezt a Red Hook Studios is látja, hogy sokan másolják a játékokat, és tudják azt, hogy az innovációban nagy potenciál rejlik, tehát hogy gyakorlatilag ezek a versenytársak őket le tudják hagyni. És ezt a Admiral hurúval folytatott interjúban, amit volt szerencsém élőben nézni, nagyon érdekes volt hallani, hogy amikor már ugye nyilván kint volt a játék, és tudtuk, hogy ez egy roguelike lett. Tehát eltértek a management réteges ebis vonaltól, és átmentek egy olyan roguelike ami leginkább a Slade the spire hasonlít. Szóval nagyon érdekes volt hallani, hogy ők is tudják azt, hogy ők is tudták azt, hogy megcsinálhatnák a Darkest Dungeon-t úgy, hogy jó, van egy csomó pénzünk, van egy csomó rizorszunk, akkor álljunk bele, és csináljunk egy sokkal nagyobb ebit, csomó dungeon, bosszokat, innováljunk még egy-két rendszeren, és akkor az új játék nagyobb lesz, szebb lesz, több lesz. De úgy voltak vele, hogy ez így, így egy csak egy, egy direkt verseny lenne a versenytársakkal a játékpiacon, és erre számítanak tőlük. Úgyhogy inkább csavarjunk egyet rajta, nézzük meg, hogy ki tudjuk magunkat próbálni egy másik stílusban, ami a játékmechanikáknak egy tisztább izolációja. Tehát nem átmenni, hogy mondjuk a Darkest Dungeon kart lesz, és akkor egy autóversenyes játék, nem erről van szó, hanem hogy ezt az RPG stílust, körökre osztott RPG stílus, mert a Darkest Dungeon 2-nek ez maradt a szíve, a, a korja, tehát a harc az nem változott, de hogyan tudnák ezt lederiválni egy másik irányba? Hogy adni neki egy új húzást, egy új célt. És ebből lett ez a Slade spire hez hasonlítható roguelike vonal, hogy végig kell menned a szekereddel, ami ugye a Darkest Dungeon 1 elén jelent meg az intróba, hogy itt egy szekerrel ugye felborulsz, és onnan sétálsz az ebibe, az a kis tutoriál pálya. Na, de itt a szekérrel kell menned, egy ilyen roguelike pálya szerűen, hogy harchoz mész, vagy segítesz valakinek, és szépen eljutnod a bosszokhoz, meg vannak opcionális bosszok is, tehát szépen haladnod kell végig egy pályán, különböző bajomokon területeken, és végül el kell jutnod a fő bosszhoz, amit ugye vagy legyűrsz, vagy nem. És ugye rúglájk -like a játék, tehát nagy valószínűséggel az út közben lesz, és viszonylag ritka a győzelmi kör. Viszont van egy meta progression, tehát lép szintet a akkontod, vagy hát ugye a, a, játéknak az alapja, tehát a, nem a karaktereid hanem te magad szintet lépsz, és akkor a különböző karaktereket megnyitod, állokkozz különböző pozitívumokat, amik tárgyakként vagy, vagy, akár hatásokként bejöhetnek a játékba, és a Dark nem nagyon vicces, hogy szintlépéskor olyan dolgokat is megnyitsz, amik negatív hatással lehetnek rá, tehát betegségeket, mentális állapotokat, stb. És ezzel a metaprogressionnel szépen haladsz előre, szintről szintre, és egyre változatosabb lesz a játék, egyre messzebbre jutsz, és nyilván le fogod tudni győzni majd a főboszt, akár többször is. És ez nagyon sok szinten megy ám keresztül, tehát szépen farmolod a szinteket, és nyitod meg a dolgokat. És ez adott a játéknak egy zseniális új keretrendszert. A Darkest Dungeon most már nem a menedzsment és körökre osztott harci játékok között indul, hanem átment a rúglájkok közé. És ők nem változtattak a vízión, tehát itt is kemény döntéseket kell meghoznod, ez is ugyanabban a settingben van, és még permanensebbek lettek a döntéseid, ugyanis itt már nem tudsz tényleg safe olni tehát nem tudod visszatölteni a játékot. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon frissítő élmény, egy kicsit olyan, mint a Kleinél, hogy így a víziójuk megmarad, meg a, a klejtségük. tehát hogy tudod, hogy ez egy játék, egy klej mint mondjuk a Don't Star, vagy a, vagy a Shang, stb. Tehát ott van a grafika, minden, meg, a, meg, az érzés. De egy teljesen új stílusban indulnak el. És jó, annyira nem áll egymástól távol a Darkest Dungeon 1 és 2, mint mondjuk a Shank és az Oxygen Not Included a klej esetében, de azért elég távol állnak egymástól. És ez zseniális. Úgyhogy erre gondoltak annó, amikor az interjút felvették, még, még ugye a régebbi interjút, ami alapján készült ez az adás is, tehát nem az adminárba horós, amit néztem hanem akkor még azt mondták, hogy vannak ötleteik, hogy hogyan eh, fogalmazunk, hogy szálljanak szembe a konkurenciával, és hát ez volt az egyik ötletük, hogy mi lenne, ha egy másik stílusba vinnénk át, legalábbis részlegesen a Darkest Dungeon világát. És ez a rendszer fantasztikusan élik ebbe a roguelike környezetbe. Úgyhogy megcsinálták a srácok, a Darkest Dungeon 2 release -e. fantasztikusan sikerült, nagyon elégedettek az emberek, és bővítik a játékot. Jönnek a karakterek, jönnek a tartalmak, fejlesztik, úgyhogy uh, zseniális. És én magam is szeretném ezt többet játszani, és majd beszélni róla egy következő adásban, ami nem tudom mikor lesz, de biztosan elő fogjuk venni a Darkest Dungeon-t, mint témát. Viszont elérkeztünk az adás végére, így uh, így szűk három óra hosszányi nyersanyaggal, de volt miről beszélni, és maradt még miről beszélni, rengeteg téma, még ebből a kutatásból is branchelt. Például általánosságban a roguelike-ok, szeretnék majd egy roguelike adást készíteni, ahova már most rengeteg ötlet van, meg rengeteg jegyzet, és ennek majd a Darkest Dungeon 2 is a részét fogja képezni. Valamint érnek, tehát alakulnak az interjúk, az interjú alanyok, Úgyhogy hamarosan számíthatok itt a második évadban az első interjús adásra, aminek az alanya már megvan, viszont a témája még nincs, és ezek nem interjúk, tehát nem exkluzívan az adott emberről fogunk beszélni, akit meghívok, hanem róla is, és valamilyen témát természetesen kifejtünk. Ez nagyon izgalmas nekem, mert ugyan podcasteltem már több emberrel, viszont ott nem én voltam az irányító, én csak egy ilyen vendég voltam, vagy hát egy ilyen alhop mester. Viszont itt azért nekem valamilyen szinten irányítanom kell a beszélgetést, minél kevésbé annál jobb, de meglátjuk majd, hogy alakul. Az első vendégem, akit még nem fog leszpoilerezni, ő is már valamilyen szinten szerepelt podcastben, úgyhogy szerintem jól fog menni. Na de, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és hallgattok. Köszönöm a sok-sok támogatást, érdeklődést, bíztatást, amit az első évadban megkaptam, úgyhogy most ezt az évadot egy ilyen masszív résszel fogjuk indítani, és akkor hamarosan jövök további témákkal, epizódokkal, és hamarosan interjúkkal. Köszönöm még egyszer, hogy itt vagytok, hallgattok, tartsátok meg jó szokásatokat, hamarosan találkozunk. Sziasztok!